2018. június 23-a van, a helyszín a horvát szigetvilág, és akkor egy rövid, de annál velőtrázóbb bemutató a táborhelyünkről, egy körpanoráma erejéig. Losiny szigeten vagyunk, ezen belül is Osor. Akik kicsit jártasak környéken, azok lehet, hogy felkaptak a fejüket, hogy Osor, az mit keres a Losiny szigeten. Nos, ez majd a későbbiekben a megmagyarázásra kerül. Na, akkor mutatom, hogy hol voltunk pontosan. A hely megválasztása most nagyon lényeges volt, ugyanis kettő napot tartózkodunk itt. Hogy kerültünk ide, milyenek a kondíciók, meg egyáltalán milyen volt a hely, azt majd menet közben elmondom. Azért, mert úgyis jövünk vissza, másrészt meg most már jó van kerékpározni is, és ebben a részben gyakorlatilag hajókázáson, kajázáson, meg mindenféle évődésen kívül tulajdonképpen még érdemi feladatot nem teljesítettünk. Mikor nézem a valamelyik bulvárúságnak a címlapját, következő, Kapolcs Csókát rohammentő szállította a kórházba. Na, erre már ránézek. Kiderült, hogy rájött a szülési fájdalom, és valami hirtelen beavatkozás kellett meg minden, a következőt nyilatkozta. Olyan gyorsan jött az egész, az életemet kellett megmenteni, hogy épp hogy csak annyi időm volt, hogy feldobjak néhány sminket az arcomra. Élethalál között volt, állítólag. Nem biztos azért, hogy jött a gyerek, hogy nehogy aztán megijedjen tőle, ha esetleg nincsen normálisan kikészítve, és akkor visszameneküljön. Na, amit mondani akartam, hogy mi is most annyira sietünk, hogy sajnos se nekem, se István Pistinek nincs időnk arra, hogy feldobjunk bármilyen sminket az arcukra, különben nem tudjuk megcsinálni a mai kört. Akkor gyorsan a nagy vonalakban, csak így süteménnyel, ott van Osor, itt, elindulunk itt lefelé. Itt elég nagy dzsumbúj van, de igazság szerint lehet a part mentén menni, meg a hegy oldalban is. Lejövünk, van a szigetnek ugye a két része, meg közötte a lagunák, átjövünk, tegnap ide érkeztünk meg a hajóval, de most a terv az, hogy ezt a hátsó részt járjuk be, itt lesz hegymászás, lesz egy kis terepezés, valamint, ami érdekesség még, hogy itt van egy bringás ösvény, ami nem teljesen bringás, de mindegy, maradjunk annyiba. Tehát itt fogunk keringeni ebben a dzsumbújban egy keveset. Kiszámíthatatlan körülbelül, hogy ez időben mit fog tenni, meg egyáltalán mennyire lesz érdekes, mennyire lesz látványos. A két fontos terpést, Marilosint és Velilosint természetesen megnézzük, szétnézünk a lagunarendszerbe, valamint ha időnk lesz, még bejünk az Arta-tóre félszigetre is, illetve ha találunk egy-két jó kilátást a
környező szigetekre, akkor értelemszerűen azt is megnézzük, majd pedig délután visszavágtázunk este felé ugyanide, és az, hogy a nagy csúcsra, a Telebrina megmászására lesz idő, vagy sem, az majd este kiderül. Amikor, hogy tegnaphoz képest az idő mennyire derült ki, azt már most meg tudom mutatni. Tessék csak figyelni. Egy felhő nincs az égen. Hát hogyha úgy kicsit oldalra fordulok így egy háttal a napnak, és így mutatom, akkor az is látszik, hogy az optimálisabb az idő. Gyönyörű szép kék az ég, nagyon szépen ki van tisztulva, és na, szóval nagyon faszabb, ringázosan mindenképpen jó, csak egyetlen egy gond lesz vele, ami látszik, de szerintem akik eddig nézték a túráinkat, inkább úgy mondom, hogy ezt az idei túrát, azoknak ez nem meglepetés, a szél az továbbra is kegyetlenül fúj. Na most könnyítésképpen üres bringával csináljuk meg ezt az etapot. István Pisti annyi, hogy hozza a két gondoláját, ő már telepakolta az övét, és hát azt mondta, hogy átadja nekem ezt a bal oldalit. Tessék megnézni, nekem ennyi cuccom van. Így. Úgy döntöttem, hogy a súlyok kiegyenlítésére én ide ebbe az oldalban még pár követ is beleteszek, azért, hogy nehogy a szerencsétlen Pistinél problémák legyenek a tekerésnél. Természetesen ezt úgy csinálom, hogy ő még véletlenül se tudjon róla. Súlyok azok nem kellenek. Azért hatodik nap után már egy üres etapos bringázás ránk fog férni. Ez a Gardino, gyura van égetve. Ha ezt bevágom, biztos, hogy még az unokám sem fog fosni. Miután az utolsó simításokat is elvégeztük, most kivételesen nem István Pisti arcán, hanem a sátron. Ebben a másodpercben indulunk is. Ma este még ide visszajövünk, ezért egy részletesebb kemping bemutatót. Előfordulhat, hogy ha Pisti nagyon fog könyörögni, akkor tartok. Van jó pár bringás. Hello. Ugyanis sziget nagy csúcsa a Telebrina, az innen ebből az irányból támadható a kempingen keresztül. Ami persze nem biztos, csak tippeljük, mert mindenki itt megy föl. Egy másodperc, hogy be kell néznem a recepcióra, fizetés véget. George Bernard Shaw szerint a horvát szigeteket Isten könnyekből teremtette. Na most ez dolgot kicsit árnyalja, hogy ugyanezt mondta a görög szigetekről is, lehet, hogy éppen nem tudta, hogy hol van. Viszont a legenda szerint Isten a horvát szigetekről elfeledkezett, és akkor szóltak neki, ezt kihangsúlyozom, hogy gondoljon már rájuk is, belenyúlt a zsákjába, gyöngyöket szórt a tengerbe, és akkor állítólag ebből keletkeztek a szigetek. Szóval a legendának az a része, hogy gyöngyöket szólt a tengerbe, és abból szigetek születtek, az teljesen érthető. Engem továbbra is az érdekel, hogy ki az, aki szólt neki. Na mindegy, nekünk viszont nem szólt senki, mi pontosan tudjuk azt, hogy hova megyünk. A szigetvilág egyik legékesebb darabja elvileg. Losiny következik, indul a körtúra. Az Osor csatornánál vagyunk. Nem tudom, hogy pontosan ez a neve a csatornának. Ez választ el ugyanis a két szigetet egymástól, ahol most ebben a pillanatban állunk. Ez Losiny szigete, a másik oldal pedig már Sres szigete, és akkor itt látható keresztbe a forgóhíd. Gyorsan még egy tegnapi kilométer adatot rögzíteni, 25,41, ebből 2 kilométer volt még Zadarba, a többit pedig itt Losinyban, hogy föltekertünk ide a sziget csücskére, nagyjából ennyi. Nem is volt annyira kevés. Ez élőben nem volt közvetítve. Most viszont nullázás következik. És nem csak kilométerben, hanem tengerszintben is, ugyanis. Természetesen a szinteknek ma lesz jelentősége. Mondhatnánk azt, hogy hegyi túra lesz, de azért ezt így nem mondanám, itt azért komoly hegyek nincsenek, ez szerintem jól látszik. Maradjunk annyiban, hogy azért a ilyen dombos területeken is egészen komoly szinteket lehet összeszedni. És bár itt fölöttünk húzódik a Telebrina főgerince, tehát a sziget legmagasabb csúcsa,
amire nem biztos, hogy lesz idő, viszont a sziget másik legmasabb fű, tehát a grontyák ott a Szveti Ivánnal a tetején, azt mindenképpen szándékozunk megmászni. Mellettünk található a Szonte-öböl, ami itt a Csücsökben véget is ér Osornál. A másik oldalon pedig az a hosszú lapos sziget itt arra tovább, az nem is sziget valójában, hanem az egy félsziget. Úgy hívják, hogy Punta Criza, mediterrán cserjés és pineafenyők keveréke az egész. Két villanybringás fickó elhúzott itt az előbb mellettünk az emelkedőn, az egyikén kajánú vissza is kacsintott. Körülbelül olyan volt a szituáció, mint amikor a Ferrari elmegy a Trabant mellett, és akkor bemutatja, hogy ilyen okés csávó vagyok. Na akkor mutatom gyorsan, hogy itt van a Lopári kemping. Ez egy olyan pár száz méterre van csak a Sortól, tehát ahol mi vagyunk. A helyzet az volt, hogy ugye mi itt jöttünk fel tegnap, csak erről nincsen videófelvétel. Ez a szakasz már megvolt, úgyhogy mindent végignéztük. Mutatom a Telebrinának a keleti gerincét, és hát maga a sútyúcs is látszik. Majd mindjárt a bozótos, ha eltűnik, akkor utána majd ráközelítek. De nagyon úgy néz ki, hogy a bozótos nem akar eltűnni, úgyhogy akkor folytatom a kemping témával. Szóval végignéztünk, itt három kempinget találtunk, ez is elektromos géppel jött, úgy látszik, hogy ez itt nagy divat. Egyik volt ez a Lopári, ami mellett most mentünk el, itt Nenedzinében pedig lesz majd még egy. Teljesen ledöbbentünk, hogy milyen árak vannak. Tehát amit most itt a Rosszori kempingbe fizettünk, annak a háromszorosa lett volna. Igaz, háromcsillagos elegáns kemping, amire ugye neki nincsen szükségünk. Úgyhogy hamar odébb is álltunk, de egy kicsit azért frusztráltam magam, hogy mi van akkor, hogyha két éjszakára kifizetünk itt egy csomó pénzt gyakorlatilag a nagy semmire. Szerencsénkre megtaláltuk ezt, ahol most vagyunk, és bár nem spoilerezek előre, egyelőre úgy tűnik, hogy a legjobb választás volt az egész túrán alatt idáig. Következik Losiny első települése, Neredzine balra bent, hogyha észak felől érkezünk. Mondjuk másik irányban nem nagyon lehet érkezni, mert ugye ez egy sziget, és akkor ez a hídon van összeköttetés Cresen keresztül a szárazfölddel, bár ez sem teljesen igaz, majd erről később. Mutatom akkor a Telebrinát újra, és megint jön a bozótos, elnézést. Jön, vigyázz, mert jön. Igen, még megint, nem ennyi. Van itt forgalom. Az igazság, hogy lehet, hogy meg kéne állni és úgy mutatni meg. Tehát ott a csúcs. 575 méter magasságával ott az adótorony, a legmagasabb a szigeten, és tulajdonképpen ez egészen magasnak is számít itt a helyi szigetek között, ugyanis ahogy tegnap lehetett látni, hogy jöttünk a hajóval, azért itt elég lapos szigetek vannak, tehát ez nem egy jó tengeri szigetvilág. De persze azért az 575 métert megmászni, mármint hogy azt, nem egy gyenge feladat, egyrészt ugye nulláról, tehát akkor már szint is van. Másrészt meg brutálisan durvák itt az utak. Kemények is, százalékban is, arról meg nem is beszélve, hogy nem aszfaltosak ám, dehogy, hanem ezek a murvások, de ez a balkáni murva, majd lesz részünk még ma benne, úgyhogy mindenki megtapasztalhatja, de leginkább majd mi. Itt a Rapóca kemping, ez volt a második, ahova benéztünk, de úgy fordultunk vissza, hogy még gyakorlatilag be se fordultunk. Egy szaros sátorhely fejenként 5000 forint lett volna, és ráadásul ez a holszezonár, de most figyelj mindenki, ma lett volna forduló. Tehát 23-án fordult volna főszezonba, onnantól pedig 6000 forint. Én nem tudom, ezek tudtak valamit. 23-ára tették a fordulót, mert pont akkor vagyunk itt. Mert épeszű helyen július 23-án nincsen szezonváltás. A neredzinei kitérőnknek valójában az igazi oka az, hogy boltot keresünk, és nem is mostanra, hanem majd visszafelé. Mert a holnapi Cresi kalandhoz, ahhoz mindenképpen kell egy tározás, ugyanis ott semmi nincs, az egész sziget az egy ilyen nagyon lakatlan terület, úgyhogy ne úgy tűnik, hogy van itt valami. Na, így néz ki a Nerezine plázs, illetve bocsánat, ez nem is a plázs, hanem ez a kikötő. Nem megy a boltér keringek itt újra most, mert próbálok szerzni valami információs térképen, valami ingyenes kiadványt, azok általában mindenhol vannak. Vagy legalábbis a görögöknél igen. Ebben a pillanatban akkor gyorsan körbe is fordulok.
ez lenne a kikötő, a belfalu, úgymond, Neredzine. Érdemes megnézni a házakat, az olasz stílus. És még egy érdekességet gyorsan megmutatok, hogy mennyire tiszta az idő. Ott a Punta Grisa félsziget fölött, hogyha egy kicsit így ráközelítek, akkor az a hosszú hegymonolt, az nem más, mint a Velebit, ami innen nincs különösebben közel, de jól látszik, hogy milyen jól látszik. És akkor mondom még, hogy mi az, ami nagyon jól látszik. Hogy sajnos már megint, vagy inkább úgy mondanám, hogy mint mindig, bórás nap van. Kegyetlenül fúj a szél abból az irányból, tehát észak-észak-kelet. Ami most a első etapban annyira nem lesz probléma, mert lefelé megyünk a szigeten, de hát utána lesz kör, megyünk fölfelé, és természetesen vissza kell majd jönni, és ez a bóra meg, amennyire itt legalább sikáig megtapasztaltuk, nincs benne üres járat. Tehát ez dönget egész nap, és ráadásul egész éjszaka is. Még egy dolog van, ami ezzel kapcsolatban problémás, hogy nem tudjuk, hogy mennyire kavarta át a tegnapi idegfront a vizet, mennyire lesz függöthető. Közben bólót váltottam, az előbb azon voltam, meg is mondom, hogy miért. Ugyanis ebből a pozícióból szerintem most már tényleg meg tudom normálisan mutatni a Telebrina csúcsot. Magát a hegyet úgy hívják, hogy Osor Cica. Nincs okosság egyik macskával se, tehát ez a neve. És ott van fent az 575 méteres csúcs, ami remek gyalogtúra célpont. És természetesen még egyszer mondom, mountain bike-kal kerékpár is fel lehet menni körbe egy íven keresztül a tetőre. Minden olyan semmilyennek néz ki, főleg így, hogy a házam is takarják, de leszünk olyan ponton, ahol lesz erre rálátás, és már onnan aztán ütős látvány lesz, ezt már most mondom. A probléma az, hogy Pisti nagyon beragadt a boltba, már 10 óra van. Hát ha így haladunk, akkor annyi esély van megcsinálni a Körtling Zambó Alpinak a Csipendél válogató versenyen. Pisti, azt tudod, hogy a bolt 0-tól 24-ig van nyitva, ami azt jelenti, hogy sietnünk kell vissza, éjfélig ide kell érni, nehogy bezárjon. Van Nyüzsi már most egészen korán is, ami nem meglepő. Mivel szombat van, és ilyenkor az olyan helyiek is rajzottan. Mountain bike-osok cikáznak, amerre csak a szemmel lát. Ez remélhetőleg jó jel. Már úgy értem, hogy akkor van miért jönni a környékre. Itt van valami beltér. Pisti, merre, Pisti? De én nem tudom, nálad van a GPS, azért jó, hogy így elkörözünk mi. Elképesztő, hogy trombitálnak a kabócák mindenfelé. Fülsiketítő, a mi fülünknek kicsit furcsa ez, de hát aki a mediterrán régióba készül, és főleg nyáron, az mindenképpen szokjon hozzá. Elment az első piaggyó, háromkerekű piaggyó itt mellettünk, úgyhogy Pisti rögtön meg is jegyezte, hogy látszik az olajbefolyás. Mondjuk ennek körülbelül olyan volt az állaga, hogy szerintem még a római korból maradt itt. A hőmérsélet különben nem túl magas, óra szerint, hát nekem már 26-ot mutat, de rá süt a nap. A mostani éjszaka nem úgy hűvös volt, hanem gyakorlatilag az Alpokat idézte. Minden meleg cuccot magamra szedtem, nekem általam a meleg pakkom van, tehát én itt ugyanezzel megyek az Alpokba is. Tehát ehhez képest elég furcsa, tehát akkor is ez volt. Lassan csatlakozunk be a főútba, én viszont vizslatom itt a Telebrinának a keleti falát. Az előbb láttam egy érdekességet, de most éppen nem látom. Na mindegy, bórafalat véltem felfedezni. Na mindegy, sorry. Majd esetleg, ha lesz még rálátás, akkor majd újra. Ott szemben István Pisti feje fölött tessék nézni az utat, de azért nem lesz egyszerű a további program sem. És ráadásul koncentrálni kell, mert őrült sebességgel vágtáznak az autók. Az egyetlen tranzitúton megyünk most, ami a szigeten található, a 100-as út, és nem csak ezen, hanem Szresen végig is. Tulajdonképpen más út nem is létezik, egyszerűen azért, mert olyan a sziget karakterisztikája, hogy nem lehet másfelé menni. Az összes többi út az gyakorlatilag zsákutca, vagy kisebb hurkokkal, de visszajön ugyanebbe. A lefelé menetet természetesen most faszául kihasználjuk. Óriási hátszél van, de nem is baj, mert jó, hogyha haladunk. Különben meg érdemes megnézni a István Pisti feje fölött, ahol már megy fölfelé, hogy mi mennyiségű autó jön szembe. Ezek mind Máli Losinyba igyekeznek a sziget fővárosába, tegnap ugye ott kötöttünk ki. Az egy óriási hely a sziget méretéhez képest, illetve a lakosság darabszámához képest is. Közben mutatom tőlünk
balra található, ez még nem, mindig nem a nyílt tenger, úgy hívják, hogy Velibok, azaz a nagy öböl. Tehát öblöt váltottunk, a Szante öböl után most a Velibok váltotta a látképet. De egy dolog viszont biztosan jól látszik, hogy fürdőhelyek azért annyira nem csattognak. Viszont a háttérben húzódó velebit, amit szerintem ebben a pozíciában csak úgy körvonalakban lehet látni, nagyon szépen kirajzolódik. Lassan a mellettünk található Punta Krisa félszigetnek a vége következik. Magának a Punta Krisának az érdekessége, hogy ez valójában nem Losinyi része, hiába van itt mellettünk, ez ugyanis Slash szigetéhez tartozik. Akkor, amíg van egy kis nyugi, nem jönnek az autók, gyorsan a turatársak bemutatása. Kobrankó kapitány. István Pistit pedig most a változatosság kedvéért kinevezzük segédmatróznak. A hajós tematika pedig nem véletlen, ugyanis ez összekapcsolódik keményen majd a mai nap helyszíneivel, illetve a mai nap történéseivel. De még mielőtt bárki halálra ijedne, hogy na ezek már megint hajókázni fognak, akkor nem. Az abból tegnap elég volt. A bringám egészen faszául működik, most már a hatodik napja. Úgyhogy szó se róla, most faszául össze van állva a gép. Hajtás, fékek, szóval úgy fasz, ahogy van. István Pisidénél szint úgy, úgyhogy ezt majd valahol lekopogjuk, bár még van hátra a túlából pár nap. Egy bringacserén amúgy már régen gondolkozok, mégiscsak 9 éves már. Hiába műszakilag teljesen rendben van, de azért egy kis műszaki újítás nem ártana. Technika azért mégiscsak fejlődik, de persze ez nem ártana egy szponzor se. Az meg ugye nem nagyon van. De az égvilágon mindent hajlandó vagyok reklámozni. Már ezt többször elmondtam. Ebből nem csinálok elmi kérdést. A legjobb természetesen az állam lenne. Velük sajnos nem egyszerű. Pedig a siker érdekében akár még Mészáros Lőrinc lányává is hajlandó lennék átfutni magam. Eszméletlen, hogy milyen kék a tenger. Most ebben a másodpercben a tőlünk jobbra található Velik Kríz gerincnek megyünk fel egy kisebb fajta közbűső hágójára. Ami nem annyira gázos, mert összesen 50 métert jöttünk eddig. Viszont nem kell előre beszarni, mert ezek majd szépen össze fognak adódni a mai nap folyamán. Azt figyeljük éppen, hogy a fák elég jelentős részén nincsen levél, de az arra tovább is látszik. Ami, hát, ugye a szárazsággal a halapból lehetne magyarázni, de valahogy nem logikus, mert az idén nem annyira volt száraz a tavasz. És az előbb megnézte, hogy jól néz ki a hegy, már úgy érte, hogy a másik oldalon a Velebit, én mutatom újra visszafelé a menetszínét körbevevő öblöket. Jönnek a elektromos bringások. Hát igen, így egyszerű. Ez élménybringázás. Nálunk Miskolcon a Tátra villamosok nem ennyire hangosak, mint ez. Egyébként ezek ilyen egyenképeknek néznek, én arra tippelek, hogy ezeket bérlik. Más magyarázat nem valószínű, hogy van. Egy pillanatra megálltam, hogy ne csak állandóan tekerjünk. Van itt egy kis kilátás. Először is itt van alattunk a Veli Osor kis minisziget. Tulajdonképpen ezek csak ilyen kis zátonyok ezen az oldalon, majd a szigetek nagy része az egyrészt ott hátul jön, meg nem is ezen az oldalon, hanem majd a nyugatin. És akkor amiről az előbb beszéltem, illetve mutogattam, itt előttünk ez a Punta Krisa vége, ott hátrébb már látszik egy ilyen laposabb szigetszerűség, sőt inkább úgy mondanám, hogy ott látszik talán a háta. Azt szerintem Rabnak lehet a teteje, a kamennyák. Az csak 470 méter, hát nagyon jól látszik, hogy hozzá képest a Velebit gerince, ami ugye 1004 és 1005 között átlag magasságával húzódik, és aztán arra felé szépen tagozódik be. Ott a legvégén lehet látni a Velebit alatt egy kis sziget nyúlványt, az pedig szerintem Pag lesz. Pagnak a, igen, igen, tehát a Sveti Vid egyszer, ami a sötétebb, és ott hátul pedig látszanak a kopár részek is. Én szabad szemmel mindent látok, szerintem a kamera az nem igazán, de hát mindegy, leszünk ettől magasabban is, hát akkor jobb lesz a helyzet. A pedig Kris gerinc tőlünk jobbra átlagban 200 méteres magasságával szépen lassan tagozódik lefelé a Augusta öböl irányába, és aztán teljesen nullában végződik.
De különben a sziget itt sem túl széles, nagyjából egy olyan 2 kilométer lehet, később meg aztán lesz olyan pont, ahol csak pár száz méter. Gyorsan szeretnék elnézést kérni azoktól, akik Rabra és Pagra vártak, mert ugye azért ezt jól bereklámoztuk az elején. De hát mindenki látta, hogy hogy alakultak a dolgok. Még egyszer nagyon nagy elnézést, talán majd egyszer valamikor bepótoljuk. Egy pillanatra lehetett látni, ki volt hívva egy Szuncski, és ebben a másodpercben jól látszik, hogy itt már kiszélesedett a sziget. De ez csak átverés, ugyanis a Szuncski félsziget, amit nem is úgy hívnak, földrajzilag lehet, hogy Artatore félsziget, nem tudom pontosan. Ez egy ilyen nyugat felé egy nyúlvány, ami remek tengeröblöket tartalmaz, de ezek nagy része inkább csak gyalog közelíthető meg. Szuncskiról még azt kell tudni, hogy itt található a reptér, ugyanis Lothain, angolul beszéljünk is már, ha egyszer tudok, repülővel is megközelíthető. Egyébként a helyi bringa kölcsönzőknek teljesen értem a logikáját. Hát itt érdemes egyértelműen elektromos gépeket tartani. Ilyen szintek és ilyen szél mellett egyértelmű, hogy ez a jó választás. A másik dolog, ami meg lényeges, hogy akik általában bringát kölcsönöznek, azoknak a 80%-a az nem profi bringás. Igazándiból csak nyaralni jön, és egyfajta külön programként egy-egy napot olyan a helyzet, hogy mondjuk megunja már a strandon döglést, akkor beiktat egy sportnapot. Ha meg egy ilyen nap csak arról szól, hogy egész nap küzdünk az elemekkel, és aztán halálfáradtan beesünk este az ágyba, az nem biztos, hogy egy élvezetes nyaralás. Nezinében is ez a Jadranka nevezetű bolt volt, ezzel még idáig nem találkoztunk, nem annyira olcsó, viszont egy nagyon jó pontja van az, hogy minden hűtött volt, amivel szintén nem találkoztunk még idáig. Próbáltam az előbb besandítani ide a jobb oldali öbölbe, Artatore. Ha lesz idő, visszafelé még majd benézünk. Megmondom őszintén, kicsit látványosabbat vártam a főúttól, de hát nem mindig ugyanazt kapja az ember, amit vár. Reméljük, a sziget déli vége érdekesebb lesz. Pisti! Hallottad, hogy Pumpet Gabó? Az IQ versenyen 3. lett. Mondjuk erre már én is felfigyeltem. Nem mondom, akkor mégiscsak, akkor lehet, hogy rossz volt az ember ismerete. Pisti azonnal betalált, mert 3-an indultak. Jó, hát azért a 3. is dobogós hely. Valljuk be. De hogyha figyelembe veszünk, hogy az első helyzet egy üres marmonkanna volt, a második pedig egy használt papírzsebkendő, akkor már nem olyan jó az a helyezés. Időközben itt egy elég veszélyes forgalmi helyzet volt, majdnem egy ütközés. Egy utánfutós lakókocsi előz, egy ilyen helyen. Ez se semmi. Na, viszont ha már a nem semmikről volt szó, akkor itt a Augustusból felső kiárat, azt szerintem ez az Artatore. Öböl, igen. Tehát akkor inkább csak, hogy tegyük jobban helyre, tehát az Augusta öböl az az egész a nagy, és ezen belül különböző kisebb öblök vannak. Ez a legész, aki itt a Artatore, maszas strandokkal, majd meglátjuk visszafelé. Egyelőre, megmondom őszintén, hogy annyira nem kapkodunk a vízbe menetellel, mert hát nincs valami nagy meleg. Talán, hogyha 20 fok lehet, és ugye egyébként még egy normális partot nem is láttam, ahol bele lehetne ugrani. Beszéljünk egy picit Losinról, nagyon sok neve van. Delfin sziget, Virágok szigete, a Vitalitás szigete, de a legjobb az ismeretlen páros. Most az ismeretlen párosnál az a logikus, hogy akkor az nem egy, hanem legalább a minimum 2. Most bizony ez így van. A másik pedig az ikertestvér, a Cves, ami tőlünk északra van, és az egészet az magyarázza, hogy ez a két sziget valamikor egy volt. Az érdekesség az, hogy a szétválás időpontja nem régen volt, és nem természetes módon történt, hanem a rómaiak vágták át a szigetet, mégpedig Osornál, és ezt mutattam reggel. Ez kereskedelmi célból történt, mégpedig azért, mert hogyha valaki visszaemlékszik, hogy mutattam a két hosszú szigetet a térképen,
nagyon hosszú lefelé észak-déli irányba, és a kereskedelmi útvaló kellős közepébe volt, és mindkét irányból nagyon nehéz lett volna megkerülni, ezért kitalálták, hogy ők átvágják középen, és ott járnak majd át a hajók. Hát olyan túllátványosan nem sikeredett, lehetett látni, hogy mekkora az egész csatorna, de azért a célnak megfelelt. Arról nem is beszélve, hogy onnantól hivatalosan, tehát ez körülbelül 2000 éve történt, azóta tehát Losiny, Szrej-sziget legalsó félszigete úgymond, külön szigetként funkcionál. Na kérem szépen, innentől pedig kerékpárút kezdődik, illetve a szigetnek a legvékonyabb részére érkeztünk most. Itt a hegygerinc mellett azonnal jön a másik tenger, és most pedig szépen hosszában folyamatában látszik az Augusta-öböl, ami még érdekes, ugye van itt egy kerékpárút, ezen tegnap végig jöttünk, teljesen el volt árasztva vízzel, most már javult valamit, nagyon hangulatos, nagyon vadregényes, hát legalább ennyi. Ezt a területet úgy is hívják, hogy a koridor, mert annyira vékony. Most figyelj mindenki, a sziget átlagos szélessége 5, kötőjel 5. Mert ez ugye kilométer, ez még rendben is van. Igen ám, de az első, az 5, az nem kilométer, az méter. Tehát van olyan pont, ahol 5 méter széles a sziget. Én nekem csak tippem van, valószínűleg ez a Privlaka csatorna lesz, most nem sokára itt Losiny előtt, ugyanis van még egy hely, ahol átvágták a szigetet, ott járnak át a hajósok. Itt viszont már vannak strandok. Nézzük fel a fürdőhelyeket. Itt van egy ilyen kis rögtönzött strand, aminek van egyébként kavicsos része is, és ez a fasz a rész, az ilyeneket szeretem én. Az más kérdés, hogy akarunk-e mártyobbanni, gyönyörű szép, tiszta a víz, és hát valószínűleg hideg is. Ne csak tudok akkor egy hőmérséklet erejéig. Teljesen faszom. Különben azt hallottam, hogy itt Losiny környékén és főleg ezekben a sekély lagunákban egyáltalán nem hűl a víz, és már áprilisban is simán fürödhető. Teljesen rendben van, hidegfront ide, hidegfront oda. Ezek a partmenti villák is a hozzátartozó mediterrán növényekkel már adják a feelinget. Most itt olyan francia rivierás hangulatom van. Pisti, ez mit szólsz? Egy rövid felvétel a katamarán Line című hajóra, ami ebben a másodpercben vágtázik ki az öbölből. Mali Losinyból indulnak különben a körbe található szigetekre a járatok. Van belőlük dögivel, van egy nyugati szigetvilág, illetve van egy déli szigetvilág. Hogyha minden igaz, akkor a délit azt a hegy tetejéről majd fogjuk látni, ha kimásszuk a csúcsot. A nyugatiból pedig bizonyos ízelítőt tegnap már kaptunk, akik figyelték a hajóutat. Na. Átvetlettem, felvettem az izompólót, amit nem indokolizom. Csak úgy gyorsan egy kommentre egy válasz. Valaki írta a múltkor, hogy az albán túra rohadtul tetszett neki, az utolsó részbe kezdett bele, aztán most így nézi visszafelé. Hát én annyit javaslok mindenkinek, hogy nem jó visszafelé nézni. Én is próbáltam már. Most hogy néz ki, hogy nézi az ember a képernyőt, és akkor van egy kerékpáros, aki visszafelé teker. Az út állandóan távolodik, a gasztronómiai blogba visszaöklentezzük a kaját, szóval nem gusztusos. Én azt mondom, mindenki nézze inkább előre. Akkor gyorsan a szigetről pár szót. Losiny, a horvát szigetvilág 11. rangsorban lévő szigete. Amíg Szerssel együtt volt, értelemszerűen a legnagyobb volt. Különben jelen pillanatban még így Losiny nélkül is Szess a legnagyobbak között van, ha nem a legnagyobb, ezzel kapcsolatban vita folyik, de erről majd akkor is ott. Említettem már, hogy a virágok szigetének is hívják. Ez elsősorban azért van, mert főleg májusban és júniusban mindenhol gyógynövények virágzanak, és a kellemes és különleges éghajlati klímájának köszönhetően nagyon sok spéci endemikus fa is található itt. Különben ezt tegnap este érzékeltük is, mikor tekertünk fölfelé, hogy szinte csavarja az embernek az orrát a sok különböző illat, és nem is igazán tudjuk őket bepárosítani, beazonosítani, hogy mi micsoda. Én zsáját azt mindenképpen fedeztem fel benne. Közben itt már jól lehet látni, hogy közelünk a jachtkikötőhöz, sűrűsödnek a jobbnál jobb hajók, és az igazi az majd ott kicsit ott később bentebb lesz. A sziget 33 km hosszú,
A kerülete pedig 74 kilométer. A szélességéről már beszéltem, és az egész úgy adódik össze, hogy a karakterisztikája az nagyon tagolt. Tehát rendkívül sok öböl van benne, a partvonalak nagyon csipkézettek, és azért választottuk az üres bringás etapot, mert van egy különlegesség a szigeten, mégpedig itt a déli részén, ott a másik oldalon kezdődik, és utána szépen hurokban, cikcakban megy, ez pedig nem más, mint a cikát ösvény. István Pisti feltett egy nagyon hülye kérdés, hogy hol szeretnék. Hát ki az az őrült, aki a hegyre akar menni, mikor a tengerparton is lehet menni? Itt már azért látszik, hogy a jaktok egyre profibbak. Attól függetlenül, hogy lassan már azért alakul a főszezon és hétvége is van, annyira egetverően azért nem nagy a tömeg. Tegnap megálltunk étlapot nézegetni ebbe a bruschettába, ugye már nem hangzik jól, mert olasz, de ahhoz képest azért találtunk egy-két jó dolgot, majd előfordulhat, hogy visszafelé szétnézünk. Érdemes nézni a jugoszláv idő kontrasztját, egyszer van ez az oldal, másszor pedig van ez az oldal. Talán így visszatekintve jobban látszik az a épületsor itt a kikötővel szemben, ezzel senki nem foglalkozik. A sziget története a szokásos, ez is megjárta a szokásos osztrák-olasz-jugoszláv keringőt. Azzal a különbséggel, hogy itt az olaszok sokkal tovább voltak jelen, és éppen emiatt jelentős mennyiségű olasz lakossága is van. Sőt, úgy tudom, hogy az olasz a második hivatalos nyelv is a szigeten. Nyilván ez a nagyrészt a velencei felhatóságnak köszönhető, majd pedig az, hogy az első világháború után ez nem Jugoszláviához került, az első Jugoszláviához, hanem Olaszországhoz. Na, újabb sarkalatos ponttál vagyunk. Ezt mondtam, Pisti, hogy a sziget szélessége 5, kötőjel 5. Ugye ezt mondtam, Pisti nem hallotta. Az egyik 5 kilométer, a másik 5 az pedig méter. És mondtam, hogy megmutatom az 5 métert. Tessék! Itt valami nem stimmel, ugyanis Pisti rávilágított, és ebben igaza van, hogy a csatorna szélessége lehet, hogy 5 méter, de a sziget szélessége nem, úgyhogy besétálok ide, és akkor nézzük meg. Tehát a Losinski öböl, és íme az Augusta öböl. Mennyi lehet ez kb. Pisti? Hát, 50 méter. Ennyit helyesítjük. Ami érdekes még, hogy jól látszik, hogy a vórás oldal sokkal szeresebb. Sötétebb a tenger, olyan óceánias kinézete van, és hogy átfordultunk a másik oldalra, akkor mintha ketté vágták volna. Az, mintha csak egy ilyen sima, nyugalmas tó lenne. És ez értelmszerűen a vízhőmérsékletben is megmutatkozik. A forgóhídat úgy tudom, hogy óránként nyitogatják, vagy pedig be kell jelentkezni, hogyha valaki át akar menni hajóba. Azért azt gondolom, mindenkinek világos, hogy itt óceánjáróval nem szoktak keresztül menni. Különben, hogyha már itt tartunk, akkor akár mehetnének is óceánjáróval, ugyanis itt van egy nagy hajógyár, most begurulunk oda. Az mondjuk más kérdés, hogy be fognak-e engedni. Kerítés az volt, de megtiltva nincs, hogy bejöjjünk, úgyhogy megcsinálunk egy jó kis felvételt akkor. Csak érdekességképpen. Látszik, hogy maszek hajógyártás az még mindig folyik, viszont szerintem még a nagy üzem is ment. És bár nagyon úgy tűnik, hogy átjöttünk a másik oldalra, és nem tudom megmutatni az óriási hajógyárat, ami szerintem még most is működik, éppen bent áll most is egy óceánjáró. Elmondom, hogy fénykorában a 19. században Triest után az Észak-Adria másik legnagyobb hajógyártási központja volt, 3 hajógyárral, Mali-Losiny. Eszméletlen milyen idő van. Olyan kék a tenger, hogy nem tudom, ilyen kék egyáltalán létezik-e. Fantasztikusan jó idő van. Itt közben 2 parkerdőt is reklámoztak, az egyik a cikát, ez nekünk kell. Ez a szigetnek a nyugati oldalán van, mindjárt megszemlézzük. Ereszkedünk le a kikötőbe újra. Mögöttem olyan karaván alakult ki, beállt ide egy nagy budi, szerintem német, nem nagyon mer előzni. Még mindig az idegesít, hogy miért nem tudtam én megközelíteni azt a nagy hajógyárat. Hát helyett akkor mutogatok egy-két kisebbet. Illetve szépen lassan itt a kikötő mellett már körvonalazódik Mali-Losiny tárképe. Itt a halászok mellett szépen beoldalgunk. Már 10:30 van, úgyhogy mindenki szépen megérkezett, kijött,
kiterítették a hálót, és gondolom a portékák már bent vannak a várospiacán. Úgy tűnik, hogy sikerült lyukra futnunk, ugyanis egy ilyen zsákmóló, de nem baj, egy fotó mindenképpen meg fog érni innen a kilátás. Akár egy ugrás, bringával is. Máli Losin, a Sziget fővárosa, a maga 7000 fős lakosságával tulajdonképpen egy nagy vízfej a szigeten, ugyanis a sziget összesen 8000 lakossal rendelkezik, ezen kívül még egy viszonylag nagy település van, Veli Losin. Itt van egy érdekesség, ugye, hogyha valaki tud valamennyire szlávul, akkor a Mália jelenti a kicsit, a Veli meg a nagyot, és ugye itt ez pont fordítva van, és annyira eltoltak az arányok, hogy itt a nagyvárosban, a kis falu, Málo Szélo hivatalosan, 7000 fő, mint mondtam, a másik helyen meg alig pár százan laknak. Na akkor nézzük meg a vízfejet idézőjelbe a térképen is. Tehát itt ezen a ponton van, és a vízfej az duplán is jó hasonlat, ugyanis minden oldalról víz veszi körül, tehát itt lehet látni, parttól partig tart. Szokták mondani Máli Losint, a várost három tenger mossa, egyik oldalról a Losinski csatorna, Augusta-öböl és a Cikát tenger. Úgyhogy most akkor begurulunk, tartunk egy városnézést. A város egy ék alakú öbölnek a szájában fekszik. Hogyha végignézzünk az épületeken, akkor egyértelműen látszik az olasz, illetve velencei hatás, függetlenül attól, hogy azért az utóbbi 150 évnek a történelmét azt inkább az osztrákok határozták meg, az osztrák-magyar monarchia, ugyanis 1892-től a kisvároskát klimatikus gyógyhelyé nyilvánították, és azóta Csőstől jönnek ide a turisták. Érdemes megnézni különben a növényeket is. Rendkívül jól néznek ki. Az épületek állaga az változó, vannak egészen ramagy kinézetűek, de azért összességében innen messziről nézve legalábbis a városkép az nagyon impozáns látványt nyújt. István Pisti közölte, hogy ha nem csinálok róla egy fényképet a madárszaros bóján ülve, akkor nagyon meg fog sértődni. Micsoda növénykavalkád! Nagyon jól néznek ki. 80 exotikus növény található a szigeten. Ha valakit érdekel, akkor itt Máli Losinban van illatos kert is. Szerintem jó pénzért bárki beszagolhat, akinek van kedve. Én is megengedem, hogy jó pénzért bárki beszagoljon a hátsó táskámban, ott is vannak pár illatok. Miközben mutatom, hogy a Premuda hajóba ebben a másodpercben hogy pakolják befelé a szarjét, egy újabb kör panoráma, megint most már egy kicsikét beljebb jöttünk az öbölbe. És akkor gyorsan egy kontraszt, amiről beszéltem. Velencei ház, jugoszláv szociálház. A kettő között van körülbelül 300 év építésbeli különbség. Nyilván ez az öregebb. És melyik néz ki jobban? Ezt a nézőkre bízom. Itt vagyunk a taverna soron, vizlatom az árakat. Egyenlően nagyon pozitív. Nem is gondoltam volna. Persze ennek van magyarázata, és szerintem erről én már beszéltem, közben bejövünk akkor a sétányra, ott van, hogy kerékpárral behajtani tudós. De ezzel most nem foglalkozunk, mert innen látványos a kikötő. Szépen lassan bealaszolunk a ék alakú kikötőnek a csücskébe. Fantasztikusan néz ki ez a pálmafás sétány. Gyönyörű szép. Sétahajók természetesen, illetve vízitaxik is indulnak mindenfelé, erről már beszéltem, a különböző szigetekre. Érdekes az, hogy hogy kapták fel ezt az osztrákok, illetve a monarchiában mitől lett ez ennyire felkapott üdülőhely? Hát ugye egyrészt megállapították, hogy rendkívül jó a levegő. Ebben természetesen van valami, de a másik puritánabb oka, amivel annyira azért nem szoktak hencegni, elsősorban az, hogy opátia betelt. Akik kiszorultak, azok kínjukban próbáltak keresni valami másfajta helyet, és ezt találták. Na, itt vagyunk a végén. Akkor itt megállunk egy pillanatra egy-két fotó erejéig, aztán utána majd mondom a további terveket. A város jelképénél vagyunk, a Delfin szobornál. Az az érdekessége, hogy 1960-ban épült, amikor megérkezett ide a Vrana csatorna. A Vrana csatorna az nem más, mint Szrecs szigetén található Vrana tóból az ivóvizet egy vezetéken hozzák gyakorlatilag ide, és
ami innen kispincol a delfinek a szájából, az állítólag közvetlenül onnan jön. Ebből a logikából következően viszont akkor ennek elvileg akár a kulacsunkba is beletölthetnénk, mert működőképes kellene, hogy legyen, és különben pedig van benne valami, mert jéghideg a víz. Márpedig ugye, hogyha ez egy ilyen egymásba forgatós rendszer lenne, nem pisti, akkor ennek püsi melegnek kellene lennie. Két oka van, ami miatt nem tudjuk a kulacsunkat megtölteni. Az egyik az puritánabb, az az egyszerűbb. Az, hogy nem érek be oda, tehát ez nem megoldható. A másik, amire meg István Pisti hívta a figyelmet, és nagyon fontos dolog, abból a vízből megyünk, amiben a delfin belepisi. Hiányoltam a nyüzsit, hát most már azért van, bár egy helyi illetési hölgyel beszélve a fórumon, ő azt mondta, hogy napközben általában kiürül a Losinyváros főtere, mert olyankor mindenki a parton van. Hát ennek most ez, amit itt látunk, némiképpen ellentmond. Mali Losiny közigazgatási központ is 13 falu tartozik hozzá, és ez így volt a velencei időkben is, ugyanis félútra esett Isztria és Rijeka között. Természetesen fontos kereskedelmi központ is van. Hát van dugó, az egyszer biztos. Ez a belváros nekem nagyon jól bejön. Barokk és klasszicistikus stílusú házak fantasztikusan keverednek. Na akkor ennyi volt a belvárosi nyüzsi, illetve nem teljesen, mert még majd visszajövünk, mert egyrészt kajálás is van betervezve. Másrészt meg ugye ezt a várost nem nagyon lehet kihagyni, mert a teljes szigetnek a központi régióját azt elfoglalja. Hát akkor most az történik, hogy az öbölnek a másik oldalán, a Cikát-félsziget felé kiaraszolunk. A hajók egy része különben kibérelhető, és egy érdekes dolog van ezzel kapcsolatban, hogy a halászok azok ilyen kettős tevékenységet folytatnak, hogy hajnalba kimennek, a szokásos régi élet mondjuk szerint lehalásznak, amit kell, behozzák, és akkor amikor indul a turista időszak, tehát úgy értem, hogy olyan 9-10 óra körül, amikor már kivergődnek a turisták, akkor onnantól átvedlenek ilyen vízitaxiba, és akkor ugyanazokkal a hajókkal hordják itt a környező szigetekre az embereket. Ez azért nagyon érdekes, mert hát azért annak van egy feelingje, mondjuk egy ilyen ócska lepukkant lélekvesztő deregével billegni a hullámokon, teljesen más, mint mondjuk egy luxus jakttal. Itt lehet látni például rent a bót. Szóval biztos, hogy ezt a variációt sokkal jobban élvezném. Stina bikini. Ez se egy gyenge kis hajócska. De hogyha már hajóknál járunk, akkor tessék. Van itt még jó pár darab. Jó, mondjuk nem egy Riviera, de azért akkor is. Erről hirtelen eszembe jutott, hogy van egy ismerősöm Franciaországban lakik, Versailles-ba, lehet, hogy talán már valamelyik filmben említettem is, és Flavio Briatore meghívta egy ilyen kétnapos útra a saját jachtjára. Azt mondja, annyi kurva volt a hajón, mint amennyi helység. És hogy mennyi helység volt? Hát úgy mindenki tippelje meg egy 4 emeletes hajón. Akármelyik szobában nyitott be, mindenhol ott figyelt egy ilyen B-kategóriás szépségkirályú redőr öltözetben. Közben átjöttünk a éköbölnek a másik oldalára, egyrészt ugye jól látszik a város, másrészt pedig itt van szemben a hajógyár, amit nem tudtam felvenni. Egy ráközelítés, látszik, hogy a szárazdokban jelen pillanatban is áll valami. Miközben a két vörös tenger alattjáról egymás után harci kötelékben húz ki, megindult ott az a vitorláshajónak áltázott nem vitorláshajó is, kifelé a kikötőből. Egy érdekesség, a nagy templom most 12-kor harangozott. Ez a nándorfehérvári szokás elviekben ugye a magyarokhoz köthető. Biztos van erre is valamilyen magyarázat. Érdemes megnézni, hogy a felső régiókban a hegyoldal is hogy be van épülve. Próbálok rájönni, hogy ki ábrázolhat a szobor. Lehet, hogy a helyi puskás öcsi. Felettébb érdekes az évszám 1956. Nálunk ugye tudjuk, hogy mi volt akkor, de hogy itt mi. Na innen kezdődik az érdekes rész, ugyanis most azt tervezzük, hogy végigmegyünk a Cikát ösvényen. Ez körülbelül az 1890-es évek környékén épült ilyen betonos sétány, ami nem mindenhol van teljesen meg, jelen pillanatban éppen egy múlvás szakaszon megyünk. Előzetes infóim szerint a komplett déli szigetet körbehálózza, és majdnem mindenhol a part mellett megy, talán 1-2 méterrel. Úgyhogy ettől faszább
hely nekünk kerékpározásra nem is kellene. Ugye egyrészt a csobanóhely szempontjából, másrészt a látványvilág szempontjából. Harmadrészt a tömeg hiányának, de hát azért azt nem gondolnám. Egyébként, ha már a látványvilágnál tartunk, akkor tessenek megtekinteni. Például itt is van valami. Na most a ilyen utakkal azért olyan probléma lehet, sőt, hát már jó párszor volt, hogy ez bizony Zsák utca is lehet akár. Én mielőtt túl sokat aggódnánk ezen, ott a szembelevő oldalon megmutatom a Privlaka csatornát, ahol az 5 méter, ami végül is aztán olyan 25 méter, 25-30 méter lett, ott a kis forgóhiddal, és talán innen a hajójár is egy kicsikét jobb pozícióból lát. Ami még látszik, hogy nem volt gyenge azért ez a tegnapi eső. Komoly tócsák vannak mindenhol. Losinyban ebben az időszakban már ilyen mennyiségű eső nagyon ritkán esik. Viszont, hogyha már itt tartunk, akkor érdemes felnézni egy pillanatra az égre is. Végre azt kaptuk, amiért jöttünk a 6. napon, olyan az idő, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva. A hőmérséklet egy picikét talán még nem az igazi, de alakul. És természetesen az igazi nagy kérdés most az, hogy ez meddig fog tartani, ma, holnap, vagy esetleg még addig se. Itt végig ilyen elhagyott épületek vannak, fogalmam sincs, hogy ezek mik lehetnek, de mindegy nyitva van, és akár még simán lehetne bennünk vadkempingezni is. Tessék figyelni. Na, felcsatlakoztunk, úgy tűnik a cikát ösvényre. Ugye ez gyalogösvény, még egyszer mondom, de kerékpárral is járható, de ezért óvatosnak kell lenni, főleg félkézzel, mert bármikor le lehet ám zúgni, és innen nem igazán lenne jó bugykázni. Hú! Nagyon hangulatosak ezek a árnyas fenyőfák alatti részek, nagyon tetszenek. Hát nem tökéletes a betonnak a minősége, kötve hiszem, hogy ez még az osztrák beton. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a monarchia beton, ezt már azóta biztos újjáépítették. A szigeten, most ugye mindenki, 250 km kerékpárút van. Már mondtam nagyjából, hogy mekkora a sziget, hát ehhez képest ez felettébb hihetetlen. Igen, hát forgalom az várható lesz. Minimális szint is van, de simán kitekerhető. Tehát ez már a Cikát félsziget. Ez egy ilyen hosszan előre az Augusta-öbölbe benyúló észak felé egy ilyen földnyelv. És az út maga pedig úgy tudom, hogy kivisz teljesen a Csücsökre, majd pedig a nyugati oldalon, a nyílt tenger oldalán pedig visszafordul és megy dél felé. Információim szerint különben lesznek öblök, jó pár strandolási lehetőség, faszábbnál faszább helyek. Ezekről különben a horvát fórumon láttam jó pár fotót, úgyhogy ha csak a negyede bejön, amiket én ott láttam, akkor már nem jöttünk hiába. Jó fej volt a csajnak, jó az a frizura, ez a Shane Tussaud frizura. Varkocs! Varkocs a feje tetején. Ez nagyon jó, mikor nyele van a fejének, az nekem nagyon tetszik. Különben itt azért nagy távolságokra senkire gondoljon. Ebben a másodpercben már érünk is ki a Cikát félszigetnek a csúcsára. Itt lesz a forduló, ha minden igaz, akkor talán itt majd egy kis kápolnának is kell lennie. És amit ott szembe látunk, az pedig nem más, mint a Koludarc sziget, amit tegnap hajóval megkerültünk, ugyanis itt is van egy átjáró, ott megy át az a kis csónak, azt úgy hívják, hogy Cape Cross, de az annyira sziklás és annyira sekély, hogy ugye itt a hajók nem tudnak bejönni. Maga a parkerdő, amit található mellettünk, 286 hektár és szigorúan védett természetvédelmi terület, de elég volt, tehát akár lehetett volna rajta szerintem vadkempingezni is. Besétálok már akkor ide. Ez látszik, hogy szerintem vagy apály dagály, vagy szóval amikor úgy mozog a tenger fölle, akkor ez előfordulhat, hogy víz alatt szokott lenni, és nem véletlenül vannak ide téve ezek a betontuskók. Itt azért nem nagyon próbálkozol senki, az a tegnapi komp, amivel jöttünk, igencsak hamar megfenek lett volna. A Koludarc, én úgy tudom, hogy hivatalosan lakatlan sziget, de jól látszik, hogy azért egy-két építmény felfedezhető benne. Nem is igaz. Én ott azon a házon egy marha nagy lakatot láttam. Mert hogy? Hát emiatt nem lakatlan a sziget. Szóval úgy látszik, hogy a hülyeség ragadós. Hogy a napsütés ártam. Lehet.
akkor még forduljunk át a másik oldalra, Augusztölből másik partja. Ott megy a bicikli út, ahol nagyjából egy olyan másfél órával ezelőtt végigtekertünk, és érdemes megnézni a hegyeket, ott a tetején, mintha lenne valami építve. Csak annyit akarok mondani, a hegyek után újra tenger, az a Losinyi öböl, a másik oldalon végig. Tehát ez, amit itt láttunk, csak egy kis vékony földnyelv. Akkor gyorsan megmutatjuk csak érdekességképpen, hogy hol megyünk. Ugye nem annyira részletes a térkép, de azért úgy kellene, hogy azért lássunk is valamit. Mali-Losiny, és akkor itt van a Cikát-félsziget, itt feljöttünk most, ide kijöttünk a Csücskére, Koludalát-sziget, és akkor itt most szépen végigmegyünk, és a különböző öblökön jönnek itt sorban cikát, arany, ezüstöböl, boriköböl, végigmegyünk a nyugati parton, majd pedig itt a hát alulról visszajövünk Mali-Losinyba. Különben állítólag ez az egész körbe megy a szigeten, csak helyel közel van csak meg. Lyukra meg értelemszerűen nem nagyon akarunk futni, mert arra nincs idő, úgyhogy csak a lényegi részét nézzük meg. Gyorsan egy érdekesség, állítólag van itt valahol egy víz alatti múzeum. Ez egy 300 négyzetméternyi terület, és 11 méter mélyen vannak ilyen görög atléta szobrok, amiket kiszedtek valamiért, aztán utána visszasülyeztették, és meg ilyen amforák is, és akkor ezeket búvárruhában lehet látogatni. Mondjuk nyilvánvalóan van ennek egy feelingje, de azért túl nagy tolongás nem lehet abba a búzaumba. Nem tartom valószínűleg, hogy sorba kell állni a jegyért. Pisti azt mondta, hogy a jegykezelő hogy tépi el a jegyet. Ja. Pisti, azt tudod, hogy kik gyártották eddig a legnagyobb teljesítményű búvárszivattyút? A szovjetek? Egyszerre 8 búvárt is ki tudott szivattyúzni a tengerből. Ezzel kapcsolatban egy érdekesség, hogy a Kaliforniában volt egy hír, hogy voltak ezek az erdőtüzek, és akkor megtaláltak a tengerparton, nem tudom, egy 3 kilométerre egy búvárt ott a felégett területeken. És kiderült, hogy az történt, hogy a hidroplán, ahogy leszállt a vízre, hogy felszivattyúzza a vizet, amivel aztán később oltották az égett területeket, felszívott egy búvárt. Elég szomorú eset, és akkor utána ledobta. Akkor egyre ez mindenképpen bizonyíték, hogy akkor az amerikai búvárszivattyú az gyengébb, mint az orosz, mert az akkor csak egyet tud. Nagyon hangulatos különben, ahol most jövünk, fantasztikusan szép, gyönyörű az idő, a színek nagyon jól összeállnak, és akkor úgy tűnik, hogy itt vagyunk az első öbölbe. Jelen pillanatban ezek a szikákon azért olyan nagyon kellemesen nem lehet fürdeni, de ez már mindenképpen hasonlít arra, amit a fényképeken láttunk. Itt élők különben azt mondták, hogy ha lehetőségünk van, és mondjuk kifogunk egy bórás napot, akkor mindenképpen a Cikát-félszigetnek a nyugati félelső öbleit válasszuk, mert ott egyáltalán nem mozog a víz. Na hát ez nagyon stimmel. Már itt is vagyunk. Aha, igen. Megmondom őszintén, arra számítottam, hogy majd úgy kell befúrni magunkat a tömegbe, mint földig ízta a trágyadomba. Ahhoz képest óriási nagy pangesz van. Ami viszont elsőre látszik, hogy minden kicsitő van, és már észre is vettük a sünöket. Például ott. Pisti azt mondta, nem, mi a francnak fosunk, majd odafigyelünk. Hát azért ahhoz nagyon sok van. Nézd csak, ott is. Ajaj, itt gondok lesznek, itt nem megyünk be. Ki kell találni valami jobb helyet. Ez nagyon sünös. Nem tudom, hogy a rendőrök mikor azt mondták, hogy sünelre gondoltak-e, de egy biztos, hogy én hülye, nem hoztam a cipőt. Hát illetve hoztam, csak ott van a kertünkben. Tehát innentől akkor kettő lehetőség van. Vagy homokos part, amiből, hát túl gyakori nincs azért, de azért én láttam, még egyszer mondom. Illetve a másik változat pedig az, hogy olyan betonos lejáratot kell keresni, ahonnan nem kell a fenékre dobbantani, hanem azonnal el lehet ugaszkodni. Például szerintem, ami ott van, az akár jó is lenne, de az nem kizárt, hogy valami maszek házhoz tartozik. Na, ilyen hangulatos öblökből jó pár lesz, cikatösvény, cikcakkösvény, akár úgy is lehetne nevezni. Tényleg megy cikcakba ide-oda. És itt pedig már látszik egy kimustrált kempingnek a maradványa. Szerintem ez nem működőképes már. De a vadkemping az külön táblán is ki volt az előbb téve, hogy tilos. Tehát hiába van itt egy felhagyott kemping, attól még gondolom nem díjazzák, hogyha valaki ide leveri a sátrát. A levegő különben tényleg nagyon jó, tehát az, hogy klimatikus gyógyhelyben mindenképpen van valami. Azonnal tegyük pár helyre ezt, hogy klimatikus gyógyhely, meg egyáltalán wellness, meg hasonló. Azért nehogy azt gondolja már bárki, hogy már a század elején is ez a gyógyulásról szólt.
Ez már akkor is a partiról, a bulizásról, az abálásról szólt. Csak megpróbálták az egyébként egészségtelen életmódot valamilyen egészséges köntösbe öltöztetni, és erre nagyon jó volt például a levegő minősége, ami egyébként valljuk be, hogy tényleg jó. De hát aki idejön, az levegőt mindenképpen vesz, mert az emberi szervezet azt úgy találták ki, hogy levegőt muszáj vennie, tehát gyógyul anélkül is, hogyha nem csinál semmit, tehát nem kell hozzá a körítés. Ennek a 21. századi parasztvakító változata meg természetesen a mostani wellness. Menjen el bárki egy wellness szállodába, hát az már tényleg köszönő viszonyban sincs az egészséges életmóddal. Úgy tűnik különben, hogy csak a kis miniöblök olyanok, amik valamilyen szinten használhatók fürdésre, az összes többi az ilyen, hát itt látszik, hogy bebejárogatnak. Persze valaki szereti ezeket a sziklás partokon való botorkálást, én azért nem mondanám, hogy a kedvencem. Közben ideértünk a Cikat kempingbe, a sziget legnagyobb kempingje, gyakorlatilag az egész félszigetet elfoglalja. Azt hallottam, hogy nem túl olcsó, ami sokkal inkább érdekes a mi számunkra, hogy általában nem nagyon van hely. Úgyhogy gondosan ügyeltem rá, hogy ezt tervezzük ki a szállás lehetőségek közül. Na úgy tűnik, hogy itt már van egy elfogadható part. Nem, Pisti? Ez már jobbnak néz ki. Lehet, van. Ha már megálltam, akkor gyorsan egy körbefordulás innen a partról a Cikátöbölre. Érdemes a fák közébe nézni. Na úgy körülbelül el lehet képzelni, hogy már most mennyien vannak. Jó, ezeknek egy része különben fix lakókocsi, tehát amik bérelhetők, rendek, de ott hátul pedig azok meg szerintem bungalók. De attól függetlenül gyakorlatilag szinte nincs senki. Június vége, már majdnem főszezon, és ráadásul hétvége, szombat, a sziget egyik legfelkapottabb strandján. Én nem mondanám, hogy ez különösebben nagy tömeg. Van kavicsos rész is, illetve, ha minden igaz, akkor itt lesz egy betonos rész is. Na akkor először tartunk egy sűnű mustrát. Nézzük, mint hogyha ez nem lenne annyira sűnös. Viszont mozog szépen a víz. Ahogy mondja Pisti az előbb, mert valószínűleg már minden sűnűen rálépett valaki, de kifogták őket. Milyen kicsik ezek a gyerekek is, már hogy beszélnek horvátul, látod? És mi meg nem vértalok? Vélemény? Hűtőmeleg. Hűtő mínusz kettő? Hát ez eszméletlen jó. Mint a baj le. Pisti, első vélemény? Hát ez egy nagyon pompás, kellemes hely. Igen. És ahogy figyeled, hullámok se nagyon vannak. Eszélyes, sem. Csak a jó dolgok vannak. Rosszak elmentek. És ráadásul tömeg sincs. Na én úgy döntöttem, hogy a bolyasort jó szokásom szerint most is célval szem, nincsen túl messze. És akkor onnan majd kicsit körbenézünk az öbölben belül is, hogy hogy néz ki. Imádok úszni. Ezekkel a magyarok nagy része is így van. Nem véletlen, hogy majdnem 600 ezer turista látogat ide, Horvátországba, évente. Na itt vagyok. Na de hát, a magyar egy vizes nemzet, nem igaz? Egy medencébe élünk. Különben van egy kis hullámzás, de ez pont fasza. Amennyi kell. Na, akkor fordulok körbe, Cikátöböl, Losiny sziget legfelkapottabb strandja, és akkor így néz ki. Az ilyen idő, mint ami most van, úgy beáll április közepétől, egy kisebb-nagyobb megszakításokkal, egészen október végéig kitart, és tényleg csak nagyon ritkán van zápor, sőt főszezonban meg egyáltalán nincs. Ez a Losiny sziget, én direkt figyelgettem az időjárás jelentést már április közepétől, ez mintha egy más világban élne, tehát mintha egy másik kontinensen lenne. Tehát Rijeka, ami légvonalban gyakorlatilag nagyon közel van egymáshoz, a kettő, ott állandóan szaridő volt végig. Pillanatra megijedtem, mert alattam havak vannak, és olyan pirányú kinézetük volt, mondjuk a Király Durbincs is úgy néz ki. Hát azért megyek, mert biztos, ami biztos, nehogy esetleg itt forgassák a Pirényi 82,7-et, és akkor még a cápákról nem is beszélve, mert az is van ám az Adriai tengerben. Itt ugrál mellettem a hal. Itt van, tessék, nem tudom, látszik-e? Ott van, tessék, az előbb fel is ugrott. Na, megyek, mert pozsós fajta vagyok, és ezt két nappal ezelőtt már be is bizonyítottam. Pisti megnyugtatott, azt mondja, hogy ne szarjak be, a cápa nem eszik romlott húst. A rendkívül kellemes éghajlatnak elsősorban az az oka,
hogy Losin, a sziget horvát viszonylatban is egészen messze van a szárazföldektől, és ezért a kontinentális hatások nem érvényesülnek. Nem főleg a tenger felett jellemző felszálló légmozgások határozzák meg az éghajlatot. Magyarul, hogy állandóan süt a nap, és sose esik az eső. Még egy lényeges info, akik esetleg valaha majd ide vetődnek, hogy ingyenes a zuhanyzó, pedig azért ez nem annyira jellemző. Általában a napágy és az édesvíz az külön kredit. Megmondom őszintén, hogy most már megértem, hogy Isabella von Dirkschneider 1893 őszétől 1912 nyaráig miért szerette itáztatni kezét, lábát, hátatáját minden nyáron. Ez tényleg egy jó hely. Próbálom kikövetkeztetni, hogy a kettő között mi a különbség. Ugye itt van egy lekerített rész, meg ott újra egy lekerített rész. Előfordult, hogy ez baszek strand. Tovább kell, hogy tudjunk menni erre, Pisti. Persze, gyere. Mondjuk egy kicsit szentizni kell, de úgy látom, hogy oké. Okay. Elnézést, itt a partmenti tavernákban nem néztem most ármuskát, mert haladni kell. Maradjunk annyiban, hogy túl drága nem lehet, mert és talán ebben már belekezdtem, már fejtegettem, hogy ilyen helyeken kell kajálni. Lehetőség szerint strandokon, és nem kis helyeken. Ott, ahol sok az étterem, nagy a konkurencia, és akkor egymás árait leszorítják. Ezek a bungalók, nagyrészt úgy látom, hogy családi méretűek, tehát 4-6 személyesek. Ebben a másodpercben ért véget a kemping területe, kijöttünk, és a partvidék itt újra visszaváltozott ilyen szokásos adriássá. Közben tekintsünk egy kicsit távolabb. Losin szigetvilág nyugati oldalából látszik pár darab. Ott van egy-két sziget, most hirtelen meg nem mondom melyik. Az meg ott, hát nem tudom. Talán az Unie, de nem vagyok benne biztos. Nem, az szerintem egy picit fentebb lesz. Az itt található parkerdő az egy Haradzsics nevezetű klímakutatónak és botanikusnak köszönhető, aki a telepítéseket végezte, és hát a végeredmény szépen látszik. Gyönyörű. Még három öböl van hátra, az arany, az ezüst öböl, és a végén pedig a borik öböl. Persze van tovább is, mert cikcakos a part, csak ott úgy hallottam, hogy már nem ennyire jó minőségű a sétány, meg néha teljesen el is fogy, és akkor válunk kell vinni a bringát. A sziget különben nem mindig voltam ennyire nyüzsi, és nem mindig volt ennyire sűrű lakott sem. Említettem, hogy 8000 fős a sziget lakossága, csak egy érdekes összehasonlítás, Thresh. Mondhatjuk, hogy a nagy szomszéd, mert a területe 2,5-szer nagyobb, mint Losinyé, de a lakosság darabszáma még a 3000-et sem éri el. Itt is a legfőbb település lakossága az, ami nagyon sűrű. Nem volt ez mindig így. Az őslakosság az az illírek, illetve a ligurnok voltak, hasonlóan, mint a horvát tengerparton szinte mindenhol. Majd később elnéptelenedett, és a horvátok, a mostani itt lakó horvátoknak az ősei, azok a 7. században érkeztek, és akkor egy érdekesség azonnal ezzel kapcsolatban, hogy a mai Magyarország területéről. Mégpedig azért, mert a tatárok elől menekültek. A tatárok különben nem csak a magyarokat, hanem a horvátokat is hajtották lefelé, délfelé. Többek között például 4. Bélés bújdosott itt. Pák-szigeten, Rábon, jó pár legenda, mai napig is őrzi az emlékét. De a tegnapi esőnek is vannak nyomai, annak is őrzi az emlékét, még néhány pocsolya. Újabb frekventált helyre érkeztünk, jól látszik. Napi menü 90 kuncsi, meg sem néztem pontosan, hogy mi. Na, ennek azt hiszem, hogy az a neve, hogy aranyöböl, talán, de nem vagyok biztos, majd ha látok valami feliratot, akkor megszemlézzük. Azt mondja, István Pisti ott a fedetlen keble köblénél egy kicsikét belassultam, érdekes módon megmondom őszintén, hogy észre sem vettem a csajokat. Elég gyenge különben a felhozatal, ezt csak így most mondom. Ami viszont jól látszik, hogy a nők 80%-ának műmelle van. Hát én nem tudom, Pisti, hogy mindegyik a mellével elégedett le? Tehát, hogy az agyát senki nem akarja kicseréltetni, pedig lenne mit keresni. Jó pár helyen. Egy körbefordulás. Itt már van
homok is. Hát az egésznek már olyan commerce hangulata van. Tömeg van, nagy családosoknak való part, látszik, hogy lassan mélyül. Hát olyan, hogy nekem már ennek olyan otthoni strand feelingje van. A strand zaj van, meg strand szag. Biztos érezt azt már mindenki, hogy ja, ugye a lángos keveredik a napolajjal. Háttérben pedig még ilyen vízcsobbanás, meg háttéri csaj. Hogyha az ember így lefekszik, azt mondjuk, hogy pillanatra behunja a szemét, akkor ez van. Egész komoly szálloda. Mindenfelé. Na most már itt kapunk egy kis ízelítőt az elitebb formákból is. Jelen pillanatban abban sem nagyon vagyok biztos, hogy ide egyáltalán be lehetne jönni. Viszont ez már kulturáltabb ez a rész, nem Pisti? És a hangulatosabb is. A víz viszont továbbra is fantasztikus. Miközben a több ívből álló öblöt szépen kerüljük meg, most éppen itt a legutolsó beszörgelésbe megyünk be. Kicsit folytatnám azzal, hogy a horvátok idejöttek a 7. században, ide üldözték őket mondjuk úgy a tatárok. A sziget másik oldalán Velilosinyban értek partot, és ott alapították meg az első kolóniát. Majd pedig később, a 14.-15. században a bosnyák uszkák, a szennyi uszkák támadásai miatt behúzódtak a sziget belseje felé, és akkor népesült be Mali Losiny, ami később aztán átvette a sziget fővárosa címet. Hát ez itt, ami mögöttem volt, ami mellett itt végigjöttünk, tiszta Monte Carlo volt. Tehát ez akár oda is elment volna. Itt egy szobor Ambrose Hargitchról, akinek a sziget a gyönyörű parkait köszönheti. Az ösvény itt szerintem visszamegy Mali Losinyba, mi minden esetre még beiktatunk egy újabb kört. Megkerülünk még egy fél szigetet, és majd csak utána tagozódunk vissza. Egyrészt a keleti oldala, másrészt pedig majd fel a sziget csúcsára. Pisti, azt mondja a fotó! Na hát ezzel egyet kell értenem. De ez tényleg nagyon jó volt. Ha már megálltunk itt, mögöttünk található az Elit negyed, egy érdekesség. Látszik, hogy oszták stílusú épületek mind. Nem vagyok benne pontosan biztos, de ezek között található szerintem a Villa Carolina is, amit annak idején Ferenc József Sissinek építetett. Sajnos a szerencsétlen nő már nem tudta megélni, mert ugye meghalt. Viszont Ferenc József itt vigasztalódott a színes töcske barátnőjével a későbbiekben, Srat Katalinnal. A valamelyik Villa Carolina, nem tudom pontosan melyik, én rózsaszínre emlékszek, hát tessék választok. Pisti kérdezte, hogy mert hogy mi lett Sissivel, mert ugye tudjuk, hogy tüdőbeteg volt, és hát ezek a klimatikus gyógyhelyeken előszeretettel szeretett tartózkodni, Korfu például többek között. Sissi végül nem a tüdőbetegségében halt meg, hanem megölték, hát ugye ez már történelem. Lassan azért megérkezett a tömeg, most már a sétány nagy részét teljes egészében elfoglalják a nyaralók. Ezt a sziget legfelkapottabb részét most már majd szépen lassan elhagyjuk. Áttagozódunk a keleti oldalra, Veli Losiny környékére. Az az oldal már nem annyira a tömegturizmusról szól. Megint egy kis hangulatos, kavicsos, homokos öböl. Ó, szexi lány, miért mondjátok nekem, nem vagyok én ilyen? Ó, szexi lány, bár a seggem ki van, hétköznapi vagyok. Énekelte annak idején Zoltán Erika még 1986-ban, úgyhogy tényleg ki volt a segge. Nem tudom, hogy mondtam-e már, de én annak idején gyerekkoromban Christopher Atkins akartam lenni. Most biztos sokan hülyének néznek, hogy na az meg ki az, valószínűleg még az én korosztályomból is, hát akkor segítek. Az volt a Kék Lagunában a faszi. A fickó, aki töcskölte Brooke Shields-et. Mondjuk nem volt bonyolult dolga, azért azt azonnal tegyük hozzá, mert ő volt egyedül rajta kívül, még egy-két majom vigyogott a fán. Nekem egy kicsit nehezebb dolgom volt a gimiben, mikor 40 kigyúrt matyó között kellett csajozni, és az volt a baj, hogy én nem tartottam. Ha van konkurencia, úgy azért teljesen más. Akkor egy másodpercre megállunk. Itt vagyunk a parki sétányon, az egyik templomnál kettő van, és akkor ezzel kapcsolatban azonnal mondok egy érdekességet, amire már a túra elején a bevezetőben utaltam.
indulásról említettem, hogy én vagyok a Brankó kapitány, István Pisti pedig a segédmatróz. Miért jött ez képbe? Most azért, mert ezt az ösvényt, a cikát ösvényt úgy is hívják, hogy Losin kapitány ösvénye, ugyanis itt tettek fogadalmat a tengerről a partra szálló kapitányok. Ez az 1858-ban épült Mária Annunciata templom. És hogy stílusosak legyünk, megpróbálok mutatni pár fotót, illetve nem is fotók ezek, hanem sokkal inkább ilyen festmények a falon. Jól lehet látni, hogy mindegyik vitorlásokat, hajókat, háborgó tengert ábrázol, nem véletlenül. Pisti, neked le kellett volna tenned a fogadalmat. Hát én egy segédmatróz vagyok. Ja? Akkor azt lehet, hogy nekem kellett volna? Azt mondta Pisti, hogy akkor léptessem elő. Na, ezt még majd meggondolom. Itt viszont igen étvágyás pillanatok keringenek, de mondjuk árak is vannak. Bármilyen tengeri herkentyűlem ennek áll lenne most ezt tagadni, de a bárányborda is igencsak étvágygerjesztő. És hogy milyen illatok voltak, azt senkinek érdezze. Úgy sem tudom elmondani, kamerán keresztül nem lehet. Szóval ez a kapitányok fogadalom tétele, ez nem csak legenda volt, hanem az, hogy az évszázadokig állítólag így volt, mert aki ide nem jött le és nem tette le a fogadalmat, az Isten előtt nem volt kapitány, és akkor nem élvezett védelmet a tengeri rossz szellemekkel szemben, ezért mindenki jött. Csak annyi voltam, hogy na jó van, akkor itt kiszállok, felkutyagolok a templomba, leteszem a fogadalmat, azt jó napot, megyek vissza, nem. Körbe kellett nekik ezen az útvonalon zarándokolni, ami azért tartott egy ideig. Itt már viszont úgy tűnik, hogy kezdi a sziget mutatni a vadregényesebb arcát. Inkább úgy mondanám, hogy az eredeti növényzet jön most már egyre jobban ki. Tehát a fenyők, illetve alul a bozótos. Parkerdő jelleg most már szerintem húzódik vissza. Brigásoknak mondom, hogy kilométerben egyelőre nem állunk túl jól, de lesz feladat, úgyhogy nem kell beszarni. Mondjuk ezeken a betonlapokon amúgy sem lehet annyira vágtázni, azt azért már most mondom. Mutatom a partot. Ennek is van egy feelingje, ilyen helyen fürdeni. És persze azért tegyük hozzá rögtön, hogy sokkal tisztábbá vittanunk, mint valami homokos parton, ahol jól föl is van borzolva. Hihetetlen, hogy milyen száraz a levegő. Ez biztos, hogy jó a légzőszervi betegeknek. Azonnal tegyük hozzá, hogy a hidegfront után amúgy is mindig kitisztul a levegő. Na most, ami itt következik, ez most vagy a Boriköböl, vagy az Ezüst part, nem tudom, de nagy valószínűséggel én István Pistit itt rábeszélem arra, hogy egy csobbanást eszközöljünk meg. István Pisti lebeszélt, azt mondta, annyira tömeg itt, mint az északi sarkon a fókák, mikor szekszenek itt egymás mellett, úgyhogy megnézzük a következő blokkot, de előtte még gyorsan egy történet, a jó levegőről jutott most eszembe, van egy cimborám. 10 évenként meg szokott jelenni, mert elmegy orvoshoz, és akkor kerékpározást írnak fel neki, meg jó levegőt, mert hogy már másnap meghal. Mert cukros, idült alkoholista, és annyit bagozik, hogy külön kéményseprő engedély kell hozzá, hogyha az ember beszélni akar vele. Na szóval, elmentünk tekerni, minden kocsmába be kellett menni, hát ugye nem volt mit tenni, edzettség semmi, de a minden kocsmát azt úgy kell érteni, hogy nem minden faluban a kocsmában, hanem a falu elején levő kocsmában, és utána a falu végén levő kocsmában is. A végén az összes pénzt elitta, és jött a sajó, át kellett volna menni a kompon, de arra már nem volt pénz. Azt mondja, semmi gond, ő majd vállon elviszi a biciklit. A közepén elkapta az ár, a biciklit kicsavarta a kezéből, a sajó elvitte a biciklit, ő kilábolt. Úgy kellett autósegítséget hívni, a bicikli meg azóta valószínűleg már a Fekete-tengerben van. Mondtam neki, hogy és akkor ez most így nem probléma? Azt mondja, semmi gond, még örül is neki, soha többet nem kell biciklizni. Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki, nem érti senki, nem érti senki, de nem is akarja megtanulni. Hát igen, van azért előnye annak, hogy ha nem értik, hogy mit pofáldok, de főleg azt, hogyha nem értik, hogy mit énekelek. Az viszont elég nagy baj, hogyha hallják, hogy hogy. István Pityi azon szörnyűködik, hogy hogy merek én ennyi előtt ennyire hülyét csinálni magamból. Mit szól ehhez itt ez a sok ember? Sokkal izgalmasabb az a kérdés, hogy azok mit szólnak hozzá, akik az interneten keresztül nézik, mert azok többen vannak. Közben megint teljesen merőben változik a táj. A part
újra megint a külső részen vagyunk, ahol a cikcakos sziklás töredezett part van. Viszont bent ilyen régi, hát nem is annyira régi, de hát a jugoszláv időkből származott otthonál szállodák vannak, panoráma ablakokkal, egész fasz a kilátással, nem lehet. Szóval továbbra is Losinyi Riviera, hogyha valaki most kapcsolódik be. A Riviera kifejezés azért persze nem teljesen stimmel, semmiképpen nem hasonlít a Crkvenicei Rivierára, de feeling az az. Egyébként meg minden másban szerintem sokkal jobb is. Különben már a Borik part lesz a Riviera legalsó része, és valószínűleg itt már majd valahol majd mi vissza is megyünk a sziget másik oldalára. Hamar eldőlt a morfondírozásunk tárgya, elénk állt egy hatalmas horvát, és közölte, hogy innen naturista telep következik, nem mentünk tovább, vissza. Pisti az előző hozzá akar tenni valamit. Tessék! És ha letoljuk a gatyát, hogy nem mehetünk volna abban a turista parkba? Na hát igen, ez egy opció, ezt még meggondoljuk. Akkor Borik plázs teszt. Itt találtunk egy ilyen, hát a Prokavicsosnak semmiképpen nem nevezhető bejáratot. Sünisnek nem sünis, látszik, hogy gyerekek vannak bögivel. A víz az továbbra is tízforró. És hát van Nyüzsi, az egyszer ténykérdés. Különben kristálytiszta, tehát azzal önmagában nincsen baj. És csak egy gondolom, hogy itt van mellettünk a nudista felett, úgyhogy hogyha oda most kimegyek, akkor még azt se kizárt, hogy átmegyek. Természetesen nem ez a cél. Itt már azért a part megközelítése nem annyira egyszerű, a bringát ott adtuk fent. Mellettünk letelepedett egy banda a Csizmáról, onnan jöttek, de az a dél-olasz fajta volt, tudod? Tehát olyan repett fazék hangja volt a csajnak. Mindikor Sofia a napélet szerelem című filmben így kivágta a velencei kaput, és úgy ordított kifelé, hogy az egész utca víz hangzott Nápolyban. Na körülbelül azt lehetett itt hallani, azt, hogy a Pikivel nagyon bagózta magát a nő. Hát nem, ezek így születnek, hogyha mindenki tudja. Repett fazék hanggal. És utána egész életükben erre edzenek. Közben is már picit már fején találták a túlakkal. Na, húzunk kifelé, mert muszáj, mert megmondom miért. Mert a dél-olaszok egyrészt nyerveskedőek, tehát azoknál már azért úgy óvatosan. A másik, hogy készülünk a hegymászásra. Na, akkor gyorsan azonosítsunk a helyzetet. Tehát most jelen pillanatban itt vagyunk. Tehát az a nagyon ütős part, az a Szuncsava lehetett. Most már a Borikban vagyunk, tehát egyen lejjebb. Most itt visszazavartak, bemegyünk Máli-Losinyba, és akkor a következő a terv. Kimászunk ide a Pogled. A kilátóra, vagy ha oda nem is, de mindenképpen oda, ahonnan az alsó szigetvilágra lesz egy kis rálátás, majd pedig utána, következő programként lemegyünk Veli-Losinyba, ami itt van, tehát a szigetnek pontosan innen nézve a másik oldalán, majd pedig utána arra szólunk majd vissza. Hát lesz még hátra, ami csak azért felettébb érdekes, mert már 3 óra van. A nudista kultúrát a horvát tengerponton egy híresség nevéhez lehet kötni. Mégpedig nem is akárkihez, Nyolcekedvár Daggol királyhoz, aki egyébként ettől függetlenül még arról híresült el, hogy elvett egy világinőt és lebontott a tróról annak idején 1939-ben, és ezzel a világinővel ide költöztek. Szóval nem pont ide, hanem Rab-szigetére. Ha valaki, nehogy Isten véletlenül az 1940-es években majd erre jár, ami ugye fizikailag lehetetlen, mert az már 60 éve volt, úgyhogy ez nem lehetséges. Viszont, ha mégis sikerülne neki, akkor ne csodálkozzon, ha esetleg egy lógóhímtagú királlyal találkozik szemben. 13% így fürdés után. Vélemény, Pisti? Fasza. Fasza, mi? Orvát életbe. Hát igen, nagy kincs a parkolóhely, jól látszik. Ezért mivel kell jönni a tengerpartra, István Pisti? Biciklivel. Bizony, bizony. Különben a bringásokat a legtöbb helyen, főleg a Balkán régióban, szeretik. A csomagos túrázókat, azokat valahogyan úgy kezdik, mint a kisállatokat, úgy dédelgetik, meg mindent. Tehát, hogy azokkal szerencsétlenek, hogy nyámoltalnak, hogy nekik még benzine sem, meg autóra se telik. Azért eljönnek ide a világ végére, kiszolgáltatva mindennek, és ezt mi azért pofátlanul ki is használjuk, ahol lehet. Azonnal helyesbítek, hogy Horvátország kivétel. Horvátország nem a Balkán. Tehát a Balkán jó dolgaiból itt semmi nincs. Horvátország tulajdonképpen a nyugat és a kelet egy olyan mixe, amiben mindkét régióból a negatív dolgok vannak benne. Nyugat felől exportálták az óriási árakat, hogy minden tilos, a keleti lazaság, a jókedv, a mediterrán feeling, ezeknek itt már nyoma sincs. Kaptak egy jó kis tengerpartot, tökéletes természeti adottságokkal,
szezon nagy részében optimális idővel, és ezt kihasználják megélhetésre. Semmi másról nincs itt szó. Nocsak Lilliputi vasút, nem tudtam már, hogy mi hiányzik. Persze inkább ez legyen, mint autóforgalom. Pisti, képben vagyunk, ugyanis a fórumról tudom, hogy a két bolt között, ami mindkettő arra van, vezet fel az út. Az igen? Na úgy néz ki, hogy akkor kezdetét veszi a mai sportfeladat. Már most látszik, hogy emelkedünk. A úti cél pedig nem más, mint a sziget déli félszigete, a Roncsák gerinc megmászása. Elviekben a csúcsa Szveti Iván. Elképesztő, hogy nyomja sztereóba a kabócák. De szó szerint sztereóba. Egyik fülebben, mert másikon fül. Két óriási bolt. Értem az előbb egy útbaigazítást itt egy horvát alkoholistától. Felfogta azért, hogy mit akarok. Mert igen, a szigetnek ez a része már merőben más arcát mutatja. Itt van valami szeméttelep. Van egy olyan gyanú, hogy erre már a turisták nem nagyon járnak. Nem baj. A mi fényeinkben úgy azt szereti mindenki, hogy olyan helyekre megyünk, ahova épeszű nem. Nagyon gondolkozok, hogy annyi hajó van itt, hogy most vagy nagyon nagy dagály lehetett, vagy Mózes idejéből maradt itt. Az ugye is már Pisti, nem Mózes, hanem Noé. Hát ez igaz? Hát ott Pisti, no? Negyed óra nem telt el, és már hiányzik a nyüzsi, mi? Hát ide figyelj, itt már csak a kabócákkal cseverészhetsz. Nem rossz társaság az se, ahogy Pisti az előbb kifejtette. Hú, figyelj mindenki a tájat. Pisti nehezményezi, hogy nem engedtek be lent a nudista terepre. Miért is? Hát mert most akkor mi fel vagyunk öltözni egy dolog, de amikor ők kinéznek rám, engem nagyon zavarunk, hogy csupasz emberek néznek felöltözve. Hát ez az. Ebben azért lehet valami. Miért gondolják azt, hogy csak az az érdekes, hogy ők mesztelenek? Nem? Mi van, engem meg az érdekel, hogyha valaki fel van öltözve? Szóval volt erről, Pisti? Erről nem volt szó. Különben meg csak elárulom, hogy még mielőtt beijesztettek volna ezzel a horvát vadkemping törvénnyel, akkor nekem az volt a tervem, hogy itt keresünk valahol táborhelyet. Na hát itt kellett volna keresgélni. Jó hely. 158 méter. Kezd alakulni a kilátás. Amit egy étterem, úgy tűnik, hogy ha fogyaszt az ember, akkor le lehet fotózni a kilátást, egyébként meg fizetni kell valami jegyet venni. Most viszont 3 perc múlva zárnak, azt mondták, még gyorsan mi jöjjünk be. Fél egykor bezárnak, utána nyitják ki csak. Hát akkor nagyjából így ide felállok, és akkor ennyi. Na, mi az, ami látszik? Hát ugye Máli Losény előttünk, hosszan elnyúlva a félsziget. A déli oldaláról filmezzük most tulajdonképpen a komplett Losény szigetet. Először is Augusta öböl, másik oldalon a Szent Márton öböl, és a két tenger. Ez a nyílt tenger, a nyílt Adria. Ez pedig itt a, hát úgy hívják, hogy Stredjé kanál, azt hiszem, ami a Losint, illetve Trest választja el a mellettünk levő Krk szigettől. Itt van Pisti, még mélyebben lement. 3 percet adott a kis csaj, úgyhogy akkor lekocogok én is oda. Azt mondja István Pisti, hogy érdekes a helyzet, úgyhogy azt mondja, ameddig a szem ellát, ilyen kőkorszaki kocsma az egész. Hát meddig lehet itt? Le lehet menni egész a városig? Nem semmi. De különben olyasmi, mintha ez valamilyen geológiai tanúsvény lenne, megfelelő kilátópontokkal. Nem néz ki rosszul, és csak lehet rajta üldögélni is. Nem rossz. De ott egészen tovább is. Gondolom, hogy eredetileg ez valamiféle műemlék lehetett a korábbi korokból, és akkor ezt most kihasználják turizmus céljára. Még gyorsan azt, hogy hol mentünk délelőtt, ott elindultunk a kikötőből, utána szépen ott végig mutatom, ahol jönnek a hajók, ezen az oldalon végig, kimentünk egész a csücsökre, ott csináltunk egy hurkot, és akkor ott látszanak a Cikát félsziget cikcakos partjai végig. Ott jöttünk végig, és bejöttünk egész ide ebbe az öbölbe, és akkor utána itt szépen ott a roncstelep mellett eljöttünk, és most pedig kanyargunk itt fölfelé. Veri Losint pedig úgy tudom, hogy itt van alattunk. Máli Losinnyal út köti össze, ez is majd szintén cél lesz, és még egy utolsó pillantás a parton található Velebit hegységre. Na úgy tűnik, ezt is kipotyáztuk, egyébként még egyszer mondom, vagy egy italt kell fizetni, vagy meg kell venni egyet a tanösvényre. A nyitvatartási időt pedig nem árt figyelembe venni, 15 óra 30, ebben a másodpercben zárt be, és utána majd csak akkor fog újra nyitni. De a
ahogy mindig mondani szoktam, befutóra kell jönni, nem Pisti? Tehát ennyi volt 170 méterről a kilátás, most pedig mi a Gerinc úton indulunk tovább felfelé. Ott megy tovább az út. Mondom is neki, hogy nagyon ne keseredjen el, de még akár forgalom is lehet ezen az Akkant úton, ugyanis a déli félszigetnek úgymond a gerincén csak ez az egy út megy le, és illetve először még talaztán majd le, és ez azért lényeges, mert a Losiny alatt található szigetvilágot csak innen lehet megközelíteni, illetve hát ez nem teljesen igaz, mert nyilván Malilosinyból is indulnak kompok sétahajók, de például Ilovig, meg Szentpéterre innen is át lehet suttancani, hogyha valaki akarja a sziget tücskéből. Ugye ez a talajt, Pisti, itt jobbra. Ez jó, táborhelynek tök jó. Igen, igen, ez az ördög szántás négyzetre emelve, kb. Mutatom, hogy kicsit átjöttünk a másik oldalra, és már ebben a pillanatban a másik tengert látni. Ugye ki lehet sandítani jobbra, de ha átrakom a kamerát a másik oldalra, akkor meg látszik a másik oldal. De gyakorlatilag így ennyi az egész. Ennyi a sziget. Hát két oldalra nem nagyon megy, de fölfelé egyenesen annál jobban. Fák közt kezd eszelőssé válni a kilátás. Egyrészt hátul a Velebite, és már a Paksziget is világosodik, illetve itt van alattunk közvetlenül Velilosiny. Szövőben, de most ebben a pillanatban az út változtatott körülbelül 5 métert, már a másik adott látjuk. Na most nyilván sokan felsóhajtanak, hogy na végre, itt a kilátó, itt a csúcs. Nagyon nagy tévedés. Ez kérem szépen az idei Downhill világbajnokság indító rámpája. Nem tudom, hogy egyébként itt szokott-e lenni, de most az idén innen gurultak rá a srácok, és lehet is látni a nyomát. Ha itt vagyunk, akkor azért már csak megnézzük ezt is. Valószínűleg hasonló lesz a kilátás, mint az előbb, csak egy picikét magasabbról. De azért talán mégis egy picivel több. Látszik Velilosiny, a rózsaszín templom, csak úgy a sarkon. És ugye nekünk az a cél, hogy oda kellene menni. Most Pisti nem nagyon értette, hogy én miért akarok lemenni itt a köveken. Hát azért, mert egyébként alapból meg oda kéne lemenni a hegyen túlra, és akkor alul a parton visszakacsázni, de mivel ez zsákutca, ezért utána újra megint vissza. Most mennyivel egyszerűbb, ha itt lemennénk a Downhill pályán. Mondjuk lehet, hogy nem járható, mert ha mondjuk így elnézem, hogy milyen itt, akkor ilyen. Most innen jól látszik, talán azt hiszem most már még jobban az, hogy Losiny szigetének milyen a karakterisztikája. A nagy csúcs, az Osorcica, a hegy, az északi hegy, tetején a Televrinával, az egyértelműen dominanciája a teljes szigetnek, és ez a, most mondjuk ez a második legnagyobb hegy, de még nem vagyunk magasabban, mint azok ott, a Velikrisztől, ugyanis itt még mögöttünk még majd lesz felfelé menet. Ott látszik lent Velilosiny hullámtörő gátja, illetve pontosan ez úgy néz ki, hogy ez az oldal a Velilosiny, ez pedig a Velilosinyhoz tartozó halászfalu Rovenska, annak külön van ugyanis a kikötője, mert ez akkor divat volt, hogy az óvárosban laktak a gazdagok, a halászokat meg oda nem nagyon engedték be, csak mikor a portékát árulták, egyébként alapból meg itt külön tanyáztak. Na, akkor egy kicsit nézzünk széjjelebb, itt közelítek rá, ez a hosszú zöld földnyelv, ugye ez a Cresnek az alja, amit úgy hívnak, hogy Punta Criza, ez hosszasan elnyúlik, párhuzamos tulajdonképpen Losinnyal. Ha arra tovább nézünk, ott azok a nagy hegyek, az a nagyon nagy csúcsos, ott leghátul az már a szárazföld lesz Istria, és a közötte található hegyes részek, azok pedig Cresnek az északi vonulatai. Holnapi program, nem megyek bele tovább, és ott egész hátul szintén az Ucska hegygerince látszik. Picivel előrébb levő földnyelv, és utána ott az a fehér is. Én szerintem a Krk szigetnek lehet a errefelé néző Starabáskai része, és ott pedig a sarokban pedig báska van. Ami itt elől zölden behúzódik így a fehér falak mögé, az a Kalifront félszigete Rabnak. Zöld oldalát látjuk most Rabnak. Rab húzódik itt végig, egész végig idáig, és hát mögötte természetesen a Velebit-hegység, majd pedig, hogyha abba az irányba mozgunk, akkor ott pedig már kezdődik Pag. Ott van Novaja, ahova aztán végül nem mentünk. Az a hosszú, vékony zöld az lehet a Luni félsziget, ott valahol, igen, és az ugye rácsúszik Rabra. Azért olyan érdekes ez az egész perspektíva innen, mert igazándiból innen nem látszik jól, még fentebb kell elmenni. De különben meg láttuk az egészet négy meg Pisti, pontosan a másik oldalról, a Velebit tetejéről. Úgyhogy tovább szerintem ne húzzuk az időt, másszunk föl. Itt különben már a szél is feltámadt egy picit, de pont kellemes.
azért jövögetnek néha autók. Van legényes, újra most megint balra látunk, újra most megint jobbra. Igazi panoráma út. Néha 18-20%-os emelkedők is bekóstolnak. Néha meg megy visszafelé az út. Hú, nem baj, ezt akartuk ezért. Na, bókászunk itt a kígyós viperásba. Kezdik a sziget legmagasabb pontja, a Szveti Iván. A csúcson egy műemlék kápolna van, egy kereszttel. És bár itt a szélrózsa minden irányába mutatja a Losint körbevevő szigeteket, sajnos mindegyiket nem fogjuk látni. Nekem az ugyanis a problémám, hogy a déli irányban nincsen körpanoráma, tehát arrafelé még úgy ellátogatunk valahogy. Például itt a kereszt mellett a kis és nagy Oruje lakatlan szigeteket látjuk. Illetve ha ide átjövünk a nyugati oldalra, akkor talán Sisakot látjuk ott. Eléggé messze van, de hogyha valakit érdekel közelből is, akkor meg tudom mutatni íme, tehát itt a Sisak. Point félretéve, Sisak arról híres, hogy van ott egy természetes strand, azt hiszem talán, hogy ilyen nagy homokpad, úgy is hívják, hogy kis Új-Zéland, nem értem különben, hogy miért, tehát az miért, tehát Új-Zélandnak mi köze van a homokhoz, és hogy állítólag ott a tengeri kihordja a homokot. Amit itt közvetlenül előttünk látunk, az pedig, hát most nem tudom megállapítani, hogy egy sziget vagy. Tehát, hogy az Ilovnyi külön van, és akkor pont itt a fáktól nem látjuk, hogy valójában egy sziget, vagy az pedig csak egy öböl, és akkor az még tulajdonképpen Losinynak egy ilyen félszigetes része. Leghátul az a pici, az pedig szerintem Szent Péter erőd szigete lehet, és mintha látnák is rajta valami templomot. Na mindegy, hát ez már csak otthon derül ki. Osorcica, a haja az a nagy hegy. Annyi helyesbítést akkor tennék, hogy Susák az ez az irány, tehát arra felé, tehát akkor amit ott láttunk, az az Ilovnyik volt, viszont az erődsziget az valószínűleg stimmel, a két Oruje az ott van, tehát azok is megvoltak, és akkor a másik oldalon található Velebit pedig hosszas gerincével, előtte pedig a szigetek Ráb, Pág, Körk. Most nagyon úgy néz ki, hogy ezt meg lehetne húzni, de én szerintem azért az nem úgy van kitalálva, nem hogy fűfavidák húzogathatja ezt. Igaz? Bejövök már ide, hogy... Ujjjjj, inkább ne leckírozzuk meg, mert itt azért komolyak lehetnek a büntik. Ez az építmény egyértelműen látszik, hogy egy ilyen 11-12. Századi lehet úgy körülbelül. Hát igen. Igen. Még mindig áll. És van Pisti, nem tudja magát túltenni azon, hogy ezt a Susák szigetet miért hívják kis Új-Zélandnak. A homokos partja miatt, hát már lehetséges, hogy a homokot Új-Zélandról hordja ide a tenger. Egyébként állítólag az egy ilyen muréna sziget, tehát egy homokpad van ott, amire a tenger folyamatosan hordja fel a hordalékot. Természetesen a strandolók, fürdőzni vágyók nagy örömére. Különben a legnagyobb testvérsziget, az Ilovik, az valamikor a losinyiak temetkezési helye volt, 6 négyzetkilométernyi területével, ma üdülő paradicsom és búvár paradicsom is egyben, innen a sziget déli részéről lehet megközelíteni. Egy picit még tovább jövünk, mert egyre több itt az autó, és hát valaminek csak lenni kell, de az is lehet, hogy ezek csak így császkálnak a kövek között. Végülis nincs is attól jobban 40 fokban. Kicsit zavaró, hogy nem láttunk ledélre, de ugyanakkor meg közben már menni is kéne, mert 4 óra elmúlt. Na, akkor azt hiszem, hogy megtaláltam, amit a Google Earth-ön kerestem. Itt az A-verziós lejárat turista ösvény Veli Losinyba. Itt van a jelzés is, és ezen kellene nekünk kerékpárral menni. Ezt agyaltam ki. Megmondom őszintén, hogy nem úgy kerékpárral, ezen még gyalog se lehet menni. Picit bejövök csak kíváncsiságból. Nyilván itt az épített kőfalak mellett, a különböző privát kerítések mellett mehet az út, igen. Hát ezen nem megyünk le. És akkor persze azért azt is hozzá kell tenni, hogy Pistinek SPD cipője van, és előbb-utóbb nyilvánvalóan szintek is lesznek. B-verzióként megnézzük akkor a downhill pályát, ami, mivel hogy most volt alig
másfél-két hónapja a verseny, még akár jó állapotban is lehet. Konoda Balvanida, úgy hallottam, hogy ez egy igen jó étterem, csak hát ugye itt kell lemenni gyalog. Ez a másik oldal, tehát ez a nyugati oldal van lent a parton, de még mielőtt bárki kétségbe esve, csak mondom, hogy állítólag itt valaki maszekban hordja lefelé a turistákat. Arrafelé olyan kék a tenger, hogyha teljesen ráközelítik, és hogyha csak a tenger látszik, mindjárt így, olyan, mintha az eget filmezném, pedig ez a tenger. Újra itt vagyunk a Szveti Iván csúcsnál. Megnézzük még a downhill pályát, hogy néz ki. Nyilván felesleges kockázatot nem fogunk vállalni. Már csak azért is, mert én most már igencsak kezdek éhes lenni. Ha visszakocogunk a városba, annak lehet, hogy még jobban is örülnék, mint hogyha itt csörtetnénk a bozótosba. Na, hivatalosan úgy nézett ki a verseny, hogy itt megindultak, legurultak. Ez látszik, hogy ez a sánc ez építve van. Itt mentek, ott ahol Pisti van, ott van egy ugrató, majd pedig egy hirtelen kanyarral bemennek jobbra. Na, hát arra megy tovább le a pálya. Mi a véleményed, Pisti? Pisti eléggé parázik, de most nyugtatom meg éppen, hogy nekünk nem kell ugratni. Tehát itt azért van B-verzió is, például itt el lehet menni. De itt legalább van építve valami. Hát azok a két kurónak tövön fönnakadunk, már nekünk. Jó, és akkor leszállsz és tovább mész. Hát valamennyit ne menjünk, ne próbáljuk meg. Persze ilyenkor nyilvánvalóan a józanét is mérlegelni kell, úgyhogy... Mi a helyzet, Pisti? Még vagy 150-200 méterig ilyen épített pálya, onnantól kezdve ilyen kőrengeteg, mint itt mellettünk. Aha. Jó, hát akkor ezt most feladjuk. Tudás és technika hiányában. Na, egy pillanatra sikerült elkapnom Sisak szigetét, ami lehet, hogy Susak, és ugye ezt már fent említettem, hogy Kis Új-Zélandnak hívják a homokpartja miatt. Pontosan hol van a homokpartja, innen nem látni. Fürdőzni járnak át oda is értelmszerűen. Fat boy in the wind, sha-la-la-la-la, come on, fat boy in the wind, sha-la-la-la-la-la, fat boy in the wind, sha-la-la-la-la, she looks like a sugar. Az ténykérdés, hogy most, hogy megfordultunk, elég intenzíven feltámadta az északi szél, ami persze eddig is volt, csak eddig hátszél volt, és emiatt volt sokkal melegebb, tehát érzem, most megint hűvösebb van. A jó öreg Bóra, úgyhogy ne legyenek senkinek illúziói, nem hagyott a láb. Na, el se fasza ilyen ürűben kubikolni, hello. Ebben a pillanatban újra visszaértünk a kilátóponthoz, a kis konobához, az étteremhez, és akkor újabb kilátás, most a változatosabb kedvéért a nyugati oldalra. Hegykibászása nem volt különösebben nagy feladat, 6-7% átlag, és egy-két helyen beijesztett egy olyan 18-ba, de az tényleg csak egy rövid szakasz volt. Ha más nem a kilátás kedvéért, én azért azt mondom, hogy aki itt jár kerékpárral, vagy ha nincs is kerékpárja, akkor egy napra érdemes bérelni, főleg, hogy elektromos bringák vannak. Különösebben nem egy nagy feladat, még azoknak se, akik nem gyakorlott kerékpárosok. Most az történik, hogy visszagurulunk Mali Losinyba, és akkor valószínűleg először egy kaja következik, valahol, valamelyik konobába, majd pedig délutáni programként elugrunk még Veli Losinyba, a sziget második autentikus településére, aztán pedig tavgózódunk vissza északi irányba. Erről jöttünk, mert itt az előbb gyanús volt egy kereszteződés. Jó, világos, oké. Kicsit zavaros a visszajutás a városba, itt a GPS alapján legalábbis, mert ahol mi följöttünk, mi a centár jobbra, akkor igen. Hát de menjünk a centár. Az idő továbbra is kegyetlenül fasza. Csak túlságosan múlik. Nagyon kellemes a hőmérséklet az árnyékban.
a napon meg természetesen meleg van, de hát legyen is végül is, egy tengerparti nyaralásról van szó. Ereszkedünk lefelé a városba, a Mallilosény. Hát nem egy egyszerű ügy. Mindenféle ilyen sikátorokon keresztül kell keresztül kasul cikcakba menni. Nincs normális út lefelé. Opa, zsák! Vagy csak részlegesen. A downhill versenyről is láttam egy rövid kis videócskát. Ott is ilyen helyeken száguldoztak. Hát van egy ideig egy hangulata, de amikor már késésben vagyunk, akkor az már nem annyira jó fata. Fasza? Biztos, hogy úgy bejárjuk a szigetet, mint fingalipszekrényt. Na, nagy nehezen itt vagyunk a városban. Hát most akkor Konobaszemre következik. Amit így elsőre talán mintha lehetne látni, hogy kevesebben vannak, mint ezelőtt 3 órával. Hát ez nekünk persze jó hír. Hát itt aztán van választék szépen. Hello, hello! Gyere csak Pisti, 20%-ot mondott itt a fickó. Megálltunk itt, a fickó leszólított, azt mondja, hogy ad 20%-ot. Na akkor mondom a tényállást, újra a Losin jövőbe, és úgy döntöttünk, hogy akkor megadjuk a módját, és valami tengerparti kikötői étteremben eszünk valami speciális halételt. Hát itt fogdosós fickók vannak kivételesen, nem fogdosós lányok, de azért engem a 20%-kal eléggé el lehet csábítani. Mondjuk, ami azt jelenti a 20%-ot itt szinte mindenki felajánlotta, most kiderült, és egyébként meg az árak teljesen egyformák, tehát a teljes egészében bejött, amit mindenhol irkálnak, hogy az egymás melletti éttermekben nem kell különösebben válogatni az árak miatt, mert úgyis egyformák, nagyjából amúgy is mindenhol ugyanaz van, és ami a lényeg, hogy engedményeket is sokkal könnyebben ki lehet kikarni, mint hogyha egy istenhátú helyen lenne az ember, ahol csak egyedül van egy-egy étterem. Akkor mutatom, hogy hol helyezkedtünk el. Akkor én le is váltok. Ozmuszkó van mindenhol. A horvát csőrök királya. Hát mondom, még egyszer nem vagyok megelégedve, de tegnap emlékszel, hogy azt beszéltük, hogy egy harmadik teszt, és akkor majd utána mondunk igazán véleményt. Erről most tutira tudjuk, hogy csapolt Ozmuszkó, úgyhogy azonnal következik a próba. Pisti, fel vagyok háborodva. Nem hoztak sör alátétet. Hogy fogjuk így elkészíteni az adóbevallásunkat? Egyelőre az ízét még annyira nem érzem, mert annyira hideg, viszont a hőmérséklete az teljesen rendben van. Én különben alapvetően túl sok alkoholt nem fogyasztok, pedig a sportemberek általában nem fogyasztanak, inkább csak sört, és azt is csak nyáron, és többnyire inkább túrákon. Ráadásul nem is igazán van értelme, mert kiveszi az embernek az erejét, és csak sokan azt hiszik, hogy az alkohol, de nem, hanem ebben annyi összetevő van, például malátától kezdve minden, ami azért úgy le tudja taglódni az ember, és akkor ráadásul általában mikor sörözik az ember, olyankor, mikor mellé még pihen is egyet. Akkor felállítottam ide a választékot, itt van egyszer haltál, másik oldalon pedig tengeri tál, a kettő között ugye a különbség, hogy ezen csak hal van, ezen pedig minden más herkentjük, és akkor itt jönnek sorba lefelé. Mi végül emellett döntöttünk, csak azért, mert én a makrélát ismerem, van hozzá gyárilag főtt krumpli, valamilyen zöldségköret, citrom, és fokhagymát is írják itt, nem tudtam megmondani, hogy ez most akkor tulajdonképpen micsoda, hogy ez csak úgy adják hozzá, vagy pedig ez valami mártás szósz. Én biztosra mentem, kértem hozzá ajvárt, úgyhogy azt majd hozzá kifelé, van itt még mindenféle kagylók, rákok, ezeket nem mertem bereckírozni. Ugye a lingyével, azaz a kalamárival, ahogy István Pisti mondja, ahogy hívtad? Gumibelsővel, 3 nappal ezelőtt, igen pórul jártam. Szóval rántott gumibelső ezúttal kihúzva, most nem kísérletezünk. A grillezett makrélát azt ismerem, azzal nem nagyon tudunk rossz felé nyúlni. Na, akkor ezzel ennyit. Alakul a hőmérséklet. Pisti, emlékszel, hogy 98-ban voltak azok a robbantások? Először felrobbantották borost, utána szitává lőtték pálinkást. Ezek mafiózók voltak, csak mondom. Csak akkor volt az a vicc, hogy ezek után nem szívesen szerették sörös lenni. Na hát, én most az vagyok. Pisti, ettél már polipot? Nem. Milyen íze van? Hát, hogyha rendelsz hozzá krumplit is, akkor semmilyen. De egyébként már egyszer ettem.
polipot saját tintájában, olyan fekete volt, de tussal le van öntve, csak behunyott szemmel tudtam megenni. Igen, és íz lett? Finom volt. Aha, akkor jó. Egyébként ez a tinta, ez az, amit ez a polip kilövel annak érdekében, hogy mikor menekülőre fogja, ne érje utol a ragadozó, mert ugye ez réz alapú létforma a polip, tehát emiatt nem tud hosszú időn keresztül nagy teljesítményt kifejteni, csak ellöki magát, ki a festéket, azt próbált. És akkor ezt megetted? Ezt meg. Na, ez pincsi lehetett. Közben kutatom a hátam mögött, hogy megy a meccs, szurkolnak a horvátok. Jön a kaján. Thanks. Első elemzés, csak így, még hogy nem nyúlok hozzá. Hát először is nekem nagyon sokat jelent az, hogy nézzen ki valahogy. Ez így szerintem teljesen rendben van. A másik, hogy amerikai tányér, de ezt megszoktuk Horvátországban, és akkor ezzel már azonnal megvan az első pluszpont, hogy az adagok, azok rendes, emberes adagok, igaz? Tehát sehol nem volt még, hogy csak egy kis marokkal adtak, és ez erre a köret is értendő. A görögöknél ugyanis az volt a jellemző, hogy a köretet azt mindig nagyon elnagyolt, vagy pedig sumákoltak. Hát itt úgy tűnik, hogy rendben van. Na hát akkor kezdjük a halboncolását. Faszi közölte, ide tette azt a tálat, hogy bónusz. Hát mondom, köszönöm szépen, nekem van otthon elég tál. Közben kiderült, hogy a bónzt értette, csak úgy mondta ki, tehát hogy oda kell tenni a csontot. Ellenőrzök egyet, csak úgy érdekességképpen. Jól olvasom, hogy garlic, igaz? Nézd, csak ott van. Ott van garlic a fokhagyma. Hát én akár hogy vizslatom, te látsz fokhagymát valahol, Pisti? Sima hagyma van, hát ők erre gondoltak a hagymakarikákra? Igen, hát az mondjuk onnan, mindegy, hát ennyi belefér még a hiba határba, de az tény kérdés, hogy ezt mindenhez adják, nem? Észrevetted? A nyers hagyma az mindenhol ott van. De csak közben, hogy ez egyáltalán nem probléma, mert nekem és István Pistinek is ez nagyon megtenni. Csak azért nem rendeltem túrógombócot, mert félek, hogy ahhoz is adtak volna hagymát. Nem kizár. Mondom az első benyomásokat. Bennem a makréla az úgy él, mint a füstölt makréla otthon, amit lehet kapni a bevásárlóközpontokban, hogy az olyan vajpúja. Én még élőben nem ettem, hát élőben most sem ettek, de szóval az élő alatt elkészítve, grillező formában, ez nekem kicsit rágós, nyögvenyelős, olyan száraz. Jó, mondjuk van hozzá minden, tehát direkt értünk alját, de az nem véletlen, hogy eredetileg a étlapon főtrumpival van. Tehát ennek lehet, hogy ilyennek kell lenni, ezt nem tudom megmondani. Nekem most ez annyira nem jön be, de mivel éhesek vagyunk, mert egész nap nem ettünk, szerintem attól még ez rendben lesz. Pisti nem teljesen osztja a véleményemet, de nem baj, nem vagyunk egyformák. Neki is. Valószínűleg nem vagyok annyira hátrés, mint nekem is. Közben Pisti közölte, hogy a sárgát már kell nyomni. Megnyomtam először rögtön ezt a krumplit, hogy mondom, hát jó, azt mondja, nem, ő nem arra gondolt. Persze én is tudom nyilván, hogy tett életére. Így azért hátra egy picit jobb lesz. Azért küzdünk a hallal, te kell, hogy valljam. Nem tudom, nekem a rémképeiből az tudja, hogy ebben nem nagyon van szár. Hát ahhoz képest elég komoly mennyiséget bányáztunk már most ki belőle. Rosszul emlékszem, az a balatoni hack. Akkor most már értem. Hát mondja, ott rendeltem, most hacket hoztak ki. Tudod, mi kellett, Pisti? Meghackelték a rendelésemet. Mutatom itt, étlapot. Bistro Pizzeria Fortuna. Ha valaki ide látogat, akkor mindenhol azt fogja látni, hogy pizzeria. Nem kell megijedni. Losiny, nagyon sokáig ugye ezt említettem, olasz meghatóság alatt volt, tehát az olasz hatás nagyon erős. De ez nem jelenti azt, hogy mindenhol csak olasz kaja van. Tehát itt a horvát, meg az olasz hatás úgy keveredik. Tehát az ember bejön egy ilyen helyre, akkor talál mindent. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt Losinyban akármelyik éttermez az ember, így túlságosan rossz felé nem nyúlhat. Egyébként úgy, ha mindenki tudja, itt már a Losinyban úgy tudom, hogy olasz a polgármester. Az egyetlen egy horvát régió volt, ahonnan a Gustavo idején sem menekültek el az olaszok, hanem itt maradtak. Egy rövid értékelés a végére. Nyilván ízlések és pufonok, én nekem annyira most ez nem jött be, de az nem jelenti azt, hogy ez nem volt jó. Egy dolog viszont biztos nem lehet panasz, az pedig az adag. Óriási mennyiség volt. És bár még nem kaptuk meg a számlát, de megértek 20%-ot a végeredményből, aztán utána gyorsan hozzátették, hogy de csak az ételből,
tehát az italból nem. És akkor most innentől lesz érdekes a dolog, 23 kuna, tehát 1000 forint a sör. Tehát akkor innentől érdemes viszonyítani a kaja, az pedig körülbelül olyan 2500-ra fog kijönni, tehát árérték arányában teljesen rendben vagyunk. És akkor ezzel kapcsolatban csak egy adalék. Általában, akik étterembe betérnek, és ez én is ilyen vagyok, az italt nem nézik. Az ital állapot sose nézik. Mindig az ételnek árát nézik, és azt viszonyítják egymáshoz, ha drága, ha alacsony, ez alapján választanak. És közben meg az igazi átverés, az mindig az ital. Erre jó figyelni. Azért nagyon tisztelt volna, hogy azt mondjuk, jó, hát ha arról nincs kedvezmény, akkor előadjuk a miénket, igaz? Hát, és akkor kipakoljuk ide a kólát, amit az üzletbe vett. És erről megköszönjük szépen, akkor az árengedményt azt igénybe. Rakják fel a német zászlót, nem véletlen. Este német meccs lesz. Miközben a háttérben érkezik a Kruskó, egy szervizinformáció. Mexikó, Dél-Korea 1-0 fél időben. Nem tudom, hogy lesz-e ember, akit ez fog érdekelni körülbelül úgy egy évvel ezután, amikor én mutatom ezt a filmet, de amire elmondtam, hogy el tudni. István Pisti perkált kártyával. Csak mondom, hogy sok helyen nem szeretik a kártyás fizetést, mert akkor ugye nem adnunk borravalót. Vagy hát persze van, aki adhat, hát aki akar, akárhogy. Na, amit mondani akartam, hogy 158 lett a végeredmény, ugye ez kettővel elosztva, és érdekesség még, amit látszik, hogy itt 25% az áfa, és 3% ez szerintem az idejön forralmi adó lesz még, és jól látszik, hogy 23 volt a sör, 70 pedig a kaja, de ebből még lejött 20%, tehát 56-ot fizettünk. Na akkor Malilosíny, itt vagyunk most, benézzük még az őstelepülésre, Malilosínyba, ezt még megnézzük, és akkor utána tulajdonképpen már nincs más feladat, csak megyünk vissza. Érdekes, hogy az összes éttermes mind németül szól automatikusan. Jó, az egy dolog, hogy mondjuk nem néznek horvátnak, ez még rendben is van. Valamilyen külföldinek. De hogy miért szólnak azonnal németül? Na ennek is megvan az oka. Nem feltétlenül németnek néznek, sokkal inkább osztráknak. Az osztrákok még mindig csőstül járnak ide, gondolom a régi hagyományok miatt. Szokták mondani, hogy tengeri herkentyűt rendelni a tenger mellett, az ugye a halál. Igaz, Pisti? Mert hogy az a legdrágább, meg minden. Úgyhogy ehhez képest ezt most, ami mennyiség is volt, meg minden, otthoni áron ettük. És gyorsan jött, jó volt a kiszolgálás, minden oké volt. Pisti elvállalta a navigációt, én jobban ültem volna ki, ahol a főúton megyünk. Sikátorokba keringünk, sörös telegyomorra. Nekem most ezek a szintek végképp nem hiányoznak. Nagy valószínűséggel különben ez az Augusta öböl, nem is az Augusta öböl, bocsánat, hanem a másik oldal, a Szent Pártos öbölnek a parti sétánya lehet. Sokkal inkább az az érdekes, hogy vajon nem ez Zsák utca. Na, lejöttünk ide, megkérdeztem itt egy helyi embert, azt mondta, arra nincsen tovább út. Hát egy fényképet legalább csinálok a Velebitről, illetve erről az oldalról. Fantasztikusan néznek szembe a hegyek, és természetesen az Adria. Hát nem is tudom, nem is emlékszem rá, hogy mikor volt ennyire tiszta idő. Hát amióta itt vagyunk, azóta egészen biztosan nem. Most még gyorsan megdicsérem István Picsit, hogy Pistikém, arany barátom, azért így ebéd után teli gyomorra nagyon faszául lenavigáltál engem ide. Né, de nem tetszik? Tett ki jó strand. Azt imádom Pistiben, hogy a lebaszást is olyan dicséretnek. Pozitívan kell hozzá. Ja. Ez a kis kitérőske azért jó volt, hogy itt körbe lehet szemlézni. Malilosínynak a másik oldalon található városrészét is. Szóval a helyet a teljes egészében beborítja, mondjuk ezt fent is lehetett látni. Tehát a keleti oldal, a Szent Márton öböl felé eső része is teljesen be van épülve. Akkor egy hivatalos körforgalom, kicsit olyan érdekesnek tűnik. Hát mindenki úgy csapja le, ahogy akarja, mi? Újabb öböl, és ott meg viszont már látom az ösvényt. Pisti, nem tudom, hallottad, hogy a kínaiak gyártották a leghosszabb csuklós buszt. Az első kanyarnál bementek vele egy körforgalomba, megpróbáltak megfordulni, és belement a busz saját hátuljába. Az nem rossz. Körforgalom jutott eszembe, de azért a legjobb poénokat az egyértelműen az élet produkálja, nem? Igen. Engem inkább tudod, mi érdekelne, hogy akkor ilyenkor kinek a kötelező biztosítása fizet? Hát a sajátja. Jó! Saját magának! Értelemszerűen, ugye? Különben megszívottak ezzel az ösvénnyel, mert ott megy lent, de hát a helyi horvát nem tudta. Ez elég érdekes. De ahhoz képest, hogy mennyit tötyöréztünk,
Már majdnem 50-nél járunk, és még mindig odafelé megyünk, igaz, Pisti? Ez annak fényében nagyon izgalmas, hogy már fél hét van, és 9-kor bezár a bolt, ami innen 30 kilométerre van. Nem tudom, miért, de nekem ez az oldal még talán a cikáktól is jobban tetszik. Borzasztóan hangulatosak ezek az öblök, és mivel a másik oldalon vannak, a bórás oldalon, ezért nincs annyira meleg. Újabb hágó éjgyomorra. Pistő az előbb derekosan bevallotta, hogy fejbe vágta a sör. Hello, hello! Na, végre valaki látod, értékel is a teljesítményünket. Na szóval visszatérve a lényegre, Pistit fejbe vágta a sör, engem is, csak engem az áron. Minden esetre egy a tanúság, részeg emberre nem bízunk navigációt. I'm just a run away! Hát az biztos, hogy muszáj menekülnünk, mégpedig az idő elől, de kegyetlenül. Gyakorlatilag ide eljutni, mert az 3 kilométer semmi másról nem szól, csak lefel, de ilyen nagyon brutálisan. Na, a kis csajtit az emlelem megkérdeztük, hogy hol van a Big Pink Church. Vagyis a nagy-nagy rózsaszín templom, ó, nagyon tudta. Azt nem tudjuk eltéveszteni, úgyhogy... De már el tudjuk, nem Pisti? Mit mondott itt, hogy merre? Mintha valami barat mondott volna, de be ne menj oda a személytelepre. Nem, inkább ez lesz, nézd csak! Ez! Problémáztunk a sikátorokon, na, akkor most kapunk még belőle egy kis bónuszt. Sőt, úgy tűnik, hogy itt még valami érdekes ilyen kövesborítás is van, ami csúszik is, úgyhogy elnézést, de én akkor most itt világban azért nem viszem túlzásba, hogyha nem muszáj a kamerázgatást. Na, itt lennénk akkor a hős településnek a kikötőjében, a központjában a centár, az Old Town. Hát úgy nagyjából ennyi. Ott van a híres templom. Ha ide jöttünk, ide gurultunk volna le, hogyha lejövünk a Dunhill pályán, és a Dunhill pályának ez volt a célja. Hát, végülis ide jutottunk, csak egy kicsit nagyobb kerülővel, meg egy egész komoly zabálással a hátunk mögött. Fogtuk egy pozíciót itt, hogy nem veszek virágot a kedves feleségemnek, hát erre én meg csak annyit tudok mondani, hogy kifogott halat már nem etetünk. De itt lennénk akkor a felirosénye az őstelpülés fővárosában. Említettem, hogy a szentgyúszkák támadták állandóan a várost. Ugye velencei terület volt akkor, és akkor húzódott innen a főváros át Malinosinyba, védettebb területre, és akkor itt megmaradt a halászfalu úgy önmagába. Aztán hirtelen a szentgyúszkák egyik percről a másikra befejezték a támadásokat. Hát nem tudom, hogy összefügg-e azzal, hogy éppen abban azon a nyáron nyaralt itt Rubin Zréka. Én csak feltételezem, hogy van a kettő között összefüggés. Na, amit mondani akartam, a rózsaszín templom, a Big Church, annyi üdvözlet katedrális, és ami az érdekessége, hogy alatta 20 ezer halott van. Ugyanis alatta van a temető, és évszázadokig a lakosság oda temetkezett. Miközben István Pécsi csinál egy fotót, azért elmondom, hogy azok, akik nem annyira nyüzsire vágynak, vagy legalábbis nem az arra a típusú nyüzsire, mint ami mondjuk a sziget másik oldalán van, a strandolós, nagycsaládos zajongókra, azok mindenképpen jönnek ide, és ez a település Malisonnyal ellentétben megmaradt halászfalú jellegűnek. Este gondolom ki is van világítva, nekem tetszik, jól néz ki. A vörös tenger altjáróval innen lehet közlekedni a különböző szigetekre. Hogyha valaki úgy gondolja, ott vannak lent a felső a szigetek, amiket én már mondtam, és hogyha ezen a perspektívikus 3D-s térképen kellene megmutatni, hogy most pontosan hol vagyunk, akkor azt is megtudom. Itt. Most annyi történik még, hogy itt valahogy visszavergődünk, nem tudom, hogy aztán ezen az úton majd megyünk haza, és itt van Málilosény, és még azt meg tudom mutatni, hogy itt jöttünk végig a délőtt folyamán, megkerültük a Cigárfélszigetet, itt jöttek körbe a ívesen befelé a nagy öblök, most hirtelen nem tudom, Szuncaca, Veli, meg hát mindegy, szóval, és akkor körülbelül nagyjából idáig jöttünk el, innen visszajöttünk Málilosényba, itt egy óriási minden rekordot megdöntő kajálás, majd pedig átjöttünk ide. Ja, és akkor még a sportfeladatot kifelejtettem, a leglényegesebbet, hogy fölmásztunk a tetejére, ide, és tettünk egy kilátást. Nagyon fontos. Most megvédünk, mert egy másik irányból próbálkozunk be, ami egyébként holnapban szemben van, de szerintem rövidebb. Rovenska település van még egyen lejjebb, a István Pisti mögött a
öblön túl, az ugye fentről mutattam, az Veli Rosényi halászfalú rész. Egy érdekességet mutatok, tetszenek ott azt nézni. Szveti Iván katedrális, és honnan néztünk le ide? Na akkor tessék megnézni. Ezt láttuk, most egy másik kamerálásból. Természetesen fotókat is készítünk, úgyhogy hollapomon véglapozgatható mind. Nem szabad kihagyni. Azt beszéljünk éppen Pisti, mert ugye honnan kellett volna lepaktázni, azon a hegy oldalon. Hát kicsi a valószínűleg, hogy sikerült volna, de hát most már sosem. De hogyha valaki hiányolja itt a modernkori infrastruktúrát, akkor azért érdemes szétnézni. Itt is van minden. A mai modern horvát tengerparti turizmus az azért sokkal inkább erről szól, mint a tradíciókról. A pénz, a zsozsó, az a luxusban van. A műemlékek, a történelem, az csak egy pillantásig érdekes. Az átlagember számára. Úgy döntöttünk, hogy nem megyünk lent az ösvényen, de különben nagyon szépen passzául látni. Tehát végig lehet menni mellette. Egyszerűen azért, mert most már az van veszélyben, hogy hát a kempinget nem tudjuk kifizetni ma, ez szinte biztos, mert nem érünk haza. Úgyhogy akkor jobb hián, akkor reggel ki kell várni, meg megjön a csávó. Ettől sokkal inkább problémás az, hogy elérjük-e vajon Neredzínébe a Voldot, a minden majdnem 30 kilométerre van. Pisti azt mondta, ne fossak, mert mi kemény legények vagyunk. Itt jól látszik most a Monarchia ösvény, ami lehetett volna végigmenni bringával. De mindegy, mentük rajta eleget délelőtt, úgyhogy nem maradjunk annyiban, hogy ha valaki úgy gondolja, és ne adj Isten erre jár, és egy picivel több ideje van, mint nekünk, akkor az járja körbe. Visszatérve még a Szennyi utcákra, amit ugye most megint csak futólag említettem, de aki látta az első részt, az tudja, hogy voltunk Szennybe, ami pont a túlparton van, ott a Velebit lábánál, és ugye ezek a Szennyi utcák, ezek a bosnyák bajnokok voltak, akik védték Jekhajvárát, és miután kiéheztették őket, utána elkezdtek kalózkodni, és ide jártak át a Losiny szigetére. Amivel persze önmagában nem is lett volna baj, mert utálták a velenceieket, de a törökök felé is kasintgattak, és a török kézen levő településeket is fosztogatták. Ekkor állt össze az a faramúci helyzet, hogy a két ellenség, a török és a velenceiek összefogtak a harmadik ellenség megregulázására. Nem titok, hogy sikerrel is járt. Újra ma Losiny, megint itt vagyunk, hát képtelenség kikerülni. Akárhova megy az ember a szigeten, Losinyon mindenképpen valamilyen úton-módon át kell menni. Úgy terpeszkedik itt a sziget nyakán, mint egy daganat. De persze, jó indulatú daganat. Jó gép. Csak nem megy. A kikötőben most vagyunk 149,7-szer. Ha újra leszólít a fickó az étterembe, bizony Isten megint bemegyek. Annyira olcsó volt. Seggel ki a Jadrolina katamaránja, csak mondom, hogy az Szres városába megy, és felmerült az az opció is, hogyha nagyon bemaradunk, hogy esetleg ezzel rövidítenénk egyet, innen felpattannánk Szresbe, és akkor Szresnek az unalmasabb részét kiadnánk. Nyilván ez az opció a totál kimaradt, mert hogy az előző kettő is kimaradt. Most tulajdonképpen visszakerültünk időben, és akkor így meg tudjuk nézni Szrest is. Étteremből, úgy 6 per kb, olyan, hát mit tudom én, ilyen koromából, egy olyan 30 darab minimum van, de akkor még lehet, hogy alul mértem. A város, aminek partját három tenger mossa. Ugye ismerős valahonnan? Ismerjük ezt, csak országban. Sőt, olyat is hallottam irredent a nagy magyaroktól, hogy mi az, hogy három? Van az négy is! Én meg erről szoktam, hogy miért nem rögtön ti? És óránként? Hogyha szigorúan veszük a magyar történelmet, akkor a három tenger teória sosem élt, illetve ha élt is, akkor sosem egy időpontban. Talán az egyetlen, ami valamilyen szinten működött, az a horvát rész volt, az Adria. Szent László idejéből, ugye ott volt valami vérségi kötődés, valami, nem tudom, valami feleség volt, aki, vagy valami sógörnő, aki meghalt a horvátákból, és Szent Lászlónak Kínjában kellett bevonulni Horvátországba, és onnantól működik ugye a personálunió 1091-től, ami tudjuk, hogy 800 évig tartott, egészen 1918-ig. Tehát akkor innen az egyik tenger megvan, az Adria. Kézenfekvő, hogy másik kettő, mi az, ami legközelebb van, lenne a Fekete-tenger,
Most akkoriban, nagyon ős idejében, amikor ugye teszik ezt a háromtengeres témát, akkoriban ott a moldáv vagy moldáviai, nem tudom, ilyen fejedelemség vagy mi volt, akikkel mi sosem alkottunk egy országot, de ténykérdés, hogy szövetségesek voltunk. Innentől már a hazafiaknak nem néz megmagyarázni, hogy jó van, hát akkor értelmszerűen akkor az is hozzánk tartozott. Tehát akkor fekete tenger is kihúzva. Persze ez nem igaz. Másodpercben Brillaka csatorna, és egy motorcsónak meg már húz is átalak. És akkor van a balti tengeri oldal, a harmadik tengerünk. Na hát ez a legkaszifántosabb történet. Itt is valami trónörökség volt, amivel együtt a Lengyelország valami túl módon ide tartozott akkoriban. Csak hogy az volt a probléma, hogy Lengyelország akkori határa nem élt a balti tengeri. Fent ugyanis a mostani kaliningrádi területen, a Gdanszki régióban a német teutológok alkottak egy ilyen fejedelemséget. Tehát még ha lengyelek hozzánk is tartoztak volna valamilyen úton, módon, vagy valami personál unióba, akkor sem volt tengerünk. Tehát a történet az minden szálon bukott, a három tengeres buli. Viszont maliósinál tény, hogy itt a három tenger, még ha az ugyanaz is, de különféle módon hívják, és körbejártuk minden módon. Úgyhogy stimmel. Hogyha valakit ne adj Isten érdekel, akkor közlöm, hogy itt a városban rendeztek már szigonyhalász világbajnokságot is. Természetesen a hírességek sem kerülik el a helyet. Itt most már nem a monarchia előkelőségei az igazán érdekesek, hanem például hollywoodi sztárok. Tavaly például Charles Theron is tiszteletét tette itt, de hogy nem adjunk el sem feltűnést, bombanőnek áltatta magát. Az képest, hogy 4:80, a nap még igen magasan jár, persze nem véletlen, nyári napforduló van, és hogyha szerencsénk van, akkor még azt sem tartom kizártnak, hogy egy remek naplementét is el tudunk csípni. István Pisti megtalálta a reggelő csobbanóhelyünket. Sokan már nem pancsolnak, de én azért nem kizárt, hogy még fogok egyet így itt a végén. Na akkor irány a tenger, ugyanis muszáj lemosni a gatyámat a sótól, mert tiszta fehér. Pistikém, aranypofám, te nem jössz be? Nem, már letelt a mai limit. Miért ez ahhoz van kötve? Darabra. Darabra van? Sose lehet tudni, mi a purgatóriumban nem ezt számolják. Szója Pisti, ne nagyon eresztem most már bőlére a filmet, mert senki nem fogja végignézni. Erre még azt tudom mondani, hogy a vaniklé elég, nem igaz? Én ezt a stéget most így súnyin betámadom. Most se kizárt, hogy átoldalgok itt, és kilesintek, hogy vajon mi van a másik oldalon. Például, ujj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 j
bicikli túrának. Akkor szépen sunyit megközelítjük, megnézzük, hogy reagál. Azt nézem, hogy ez mi ez valami, valami albatrosz, vagy mi ez? Jó napot kívánok, hova tetszik menni? Hát akkor erről ennyit. Most figyeljen mindenki. Roger! Ez meg volt, mikor Flor Timibe kiabálta a szertanál állami tévébe, hogy Soros jön. Utána kitiltották. Illetve letiltották a slágereit. Én azóta Flor Tomi számait nem hallgatom. Sőt, a nevét sem merem kimondani. Ha mindenállon emlegetni kell, akkor szigorúan csak Folyosó Tamás. Miután Pistivel megcsináltatom magamról a behúzott hasú fotót, alig kapok levegőt a Facebookra, most akkor innentől két variáció van, hogy vagy behúzva tartom a elkövetkezendő 3 nap 48 óra 22 percig, vagy lebukok. Az utolsó csomban is meg volt, legalábbis a mai nap folyamán, bár még azért a kempingbe zuhanyozást majd édes vízben is meg kell ejteni. Gyorsan a szigettel kapcsolatban még egy utolsó érdekesség. Aki ide látogat, egy turista program, lehet delfineket nézni. Feli Losintól délre, délkeletre van a delfinárium. A Blue World úgy hívják, 1987-ben alakították, és Horvátország legnagyobb delfinparkjáról beszélünk. Hát ez természetes delfinpark, tehát nem az, hogy ott vannak a kezdetben, aztán meg lehet őket nézni, meg ugrálnak, mint az ilyen akváriumokban, nem. Most azt hiszem talán 120 darabból álló vad delfin populáció, amit a szigetek mellett tanyázik az év nagy részében. Természetesen szigorú védelem alatt áll, és a turisták pedig
megnézhetik őket, hajóval hordják be őket. Ezzel kapcsolatban pedig van egy érdekesség, nem tudom, ezt csak olvastam, de gondolom így van, hogyha le van írva, hogy addig hordják őket befelé, a jegybe benne van, amíg nem látnak delfin, mert ugye az nem feltétlenül biztos, hogy látnak is. A delfinek nagy része ugyanis az év nagy részében nem itt tartózkodik. Az, hogy aktuálisan hol vannak a delfinek, az függ az áramlástól, a hajóforgalomtól, a tömegtől, a nyüzsitől, a széltől, a víz hőmérsékletétől, stb. Leginkább ősszel, illetve tavasszal lehet őket megfigyelni. A turisták nagy része megfigyelni nyáron, amikor éppen nincsen. Nem tudom, mennyire működőképes így egy vállalkozás, hogy csak egy kicsikét túlfeszítve a dolgot, hogyha 3 hétig nincs delfin, akkor 3 hétig minden nap kiviszik a turistákat. Ez a turisták csak túlfaszal, mert ide jön mondjuk 1 hétre, és akkor minden nap delfin nézőbe megy, és akkor mi van, hogyha nem? Akkor elment az egész napja? Hiába nem kellett érte fizetni, de azért már az nem olyan nagyon nagy. A delfinekkel kapcsolatban azért egy gyorsan érdekes, egy biológiai érdekes, én nem tudom, hányan tudják, hogy amikor párosodnak a delfinek, akkor van egy olyan szokás, hogy többiek, főleg a hímek, azok körbeállják a párosodó két felet, és most figyelj mindenki, gúnyos megjegyzéseket tesznek rájuk. Belegondolni sem akarok, hogy mik lehetnek ezek. Abban viszont már belegondoltam, hogy mi lenne, ugyanez lenne az embernél. Józsi, hát az is egy méret. Sajnos van egy kis baj ezzel a főúttal, nagyon keskeny. És a horvátok pedig türelmetlenek, pedig itt tényleg voltak biciklisek, ellentétben a többi részével az országnak. Balra szemben a nap lemenő horizontjában az Augusta öböl északi melléköbben látható az Artatore öböl. A nap egyre jobban húz lefelé. Sajnos az a gond, hogy az idő nagyon telik, pedig most először a túránkon komolyan sanszos lenne egy tengerparti naplemente felvétele, de nagyon néz ki, hogy nem fog összejönni, ugyanis megyünk át a szigetnek a keleti oldalára. És az előttünk található Veli Chris gerinc jó eséllyel be fog árnyékolni. Bejöttünk a Veli Chris árnyékába, szemben látik az Osorcit, a nagy kúpszerű hegye, olyan, mint egy nagy vulkán, egy nagy tűzhányó. A napot jó eséllyel már nem fogjuk látni, viszont a bóra az feltámadt, mert ívesen vezeti a hegy, és ami még érdekes, újra itt van mellettünk a Veli bok, hogy kicsit hátrafordulva, gyönyörű szépen látszik a Velebi gerince, ahogy süti meg a nap. Talán ha úgy fordul az út, akkor még tudok róla csinálni egy-két fotót. Hát ma egy jó napunk volt. Azt kell, hogy mondjam. Semmi szempontból nem lehet rá panasz. Természetesen ehhez azt kellett, hogy a tegnapi napot beszopjuk, ami szerencsére a remek szervezésnek köszönhetően csak fél órára sikerült. Gondolom az mindenkinek világos, hogy a háttérben található Osorcicának a reggel beígért megmászása az már ma nem jön össze. Holnap pedig Szres sziget meghódítása, az nem, hogy egy Osorcicával fog felérni, hanem legalább 3-mal. Érdekes, az Osorcica csúcsának az elnevezése, Celebrina, többször emlegettem már, hogy az honnan van, a római időkből származik. Valami azt kell jelentése, mint a telegráf a Dolomitokban, ott is van egy ilyen hasonló csúcs. És mivel a környék legmagasabb pontja ez volt, ezért annak idején a rómaiak ezt megfigyelő állásként használták. Innen jeleztek, hogyha jön az ellenség, vagy hogyha valami balhé van. Tehát mondhatjuk úgy, hogy egyfajta ilyen akkori kommunikációs központ volt. Az akkori technika annyira futotta, hogy ilyen nagy tükröket állítottak fel fent, és akkor a napot irányították, és így jeleztek egymásnak, illetve éjszaka hatalmas tüzeket raktak, és akkor azt ugyanúgy tükrökön keresztül továbbították a fényeleket a többi megfigyelő pontra. Különben a svájci Szusztenpassznak is, illetve az afölött található hegynek is valami ilyesmi jelentése van, csak azt hiszem, hogy az ladinul. Azt is ugyanerre a célra használták, és azt is a rómaiak. Nagyon tetszett ez a sziget. Annyira, hogy egy picit a hegyek nagyságát kicsinylem. Nyilván a Velebi tükör sem volt ebből a szempontból, de nem volt ennyi víz. Szemben már feltűnt Szveti Jakob, Nerezíne elővárosa, és akkor utána
szerintem éppen, hogyha befutóra, érkezünk majd a bolthoz. Átvetettem a fürdőgatyát, itt a busz megállba. Olyan profi öltöző, hogy azon csodálkoztam, hogy nem szednek érte pénzt. Osor, még 3. Viszont a hőmérséklet már igencsak alulról veri a 15 fokot. Nocsak, buli van? Mi ez? Pisti, csak nem vállási bankett. Közeledik a szonteőből, és a háttérben már felgyúltak osorfényei. Sajnos a check-outot már valószínűleg nem tudjuk ma elvégezni, de azért egy kétségbeesett kísérletet teszek. Nem tudom, hogy tegnap említettem-e, hogy nekem volt itt bent a Punta Krisza félszigeten, nem sokkal itt bentebb, egy tuti táborhely tippem, mégpedig Pusi Zoliéktól, nem tudom, talán 4-5 évvel ezelőttről, egy pontos helyszín megjelölés itt a valamelyik mediterrán fenyvesben. Hát végül nem használtuk ki. 2500 forint miatt, ráadásul ugye nekünk most kellett a tuti camping, a üzes bingás etap miatt, nem igazán volt mind gondolkozni. Egész komoly tömeg halmozódott ott föl. Egy irányú a híd. 9:50 van. Ha lassan is és komótosan, de érkezés a célhoz. Ilyenkor jön mindig az a rész, hogy vajon megvan-e minden. A sátor az igen. Bementem az előbb a recepcióba, hogy mondom, akkor rendezzük már le az anyagi részét. Az volt kírva, hogy I am buzi. A gyengébbeknek lefordítom, ez az azt jelenti, hogy buzi vagyok. Hát rendben van, hogy ennyire őszinte, de ezzel most mi nem lettünk beljebb, úgyhogy majd reggel kell próbálkozni. Mondom a mai nap statisztikai mérlegét. 78 km, és ami érdekes, hogy 985 méter szint. Ez csak annak fényében lényeges, hogy ma egy élvezkedős napot terveztünk. Az élvezkedésben azért, akik végignéztek a filmet, látták, hogy volt minden. Fürdés, kocabiciklizés, kajálás, meg amit el lehet képzelni, és ezen felül mégis csináltunk ennyit. Hát nálunk ennyi a sportnap. Nos, most az történik, hogy bevackolunk, még este meghallgatjuk Pintér Tibor előadásában az Abba Slágerek Lóháton című slágert, majd pedig holnap indulunk észak felé Szes irányába, és ez tulajdonképpen már a hazautunk lesz.